Karinti Frigyes, tanár úr, kérem. Képek a középiskolából. Felolvassa Skárosi Márk. Kostolányi Dezsőnek, a szegény kisgyermek panaszai szerzőjének. Bevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. Fél tíz után járhat az idő. Most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés, és egyszerre mélyen és igen komolyan elszorul a szívem. A második emeleten, jobbra a tanári szoba mellett a hetedik B osztály ajtaját kinyitották levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és nesztelen léptekkel hátra Az utolsó padban, a kája mellett, üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van, legyintett egyet. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki öt perccel előbb kiment. Nesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Rálépek egy fél kiflire, óvatosan megfordulok és beülök az utolsó padba vöröses szőke, szeplős fiú ül mellettem. Ó, igen, ó, igen, és majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, nini, a Büchner. Milyen, milyen régen nem láttam, hol jártam én, Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint, a jó, igazi valóságban, az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Ó, Itthon vagyok. Én vagyok az Karinti Frigyes a hatodik B-ből. Hát persze, micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szagismerős. Remegve nyúlok be a padba és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom. Az én nevem, hatodik B, magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te drága vörös ember? Büchner kissé csodálkozva néz rám. Nem érti, minek körülök úgy, hogy érteni? Pszt, mondja, meglök és mérgesen néz rám oldalt. Persze én itt lármázok, mikor odakint felelnek. Ki felel? Aha, a Steinmann, a bódog. És aztán neki lesz baja belőle. De édes Büchnerkém, nem érted, alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha, azt mondja, minek röhögsz, új? Tudod, hogy pikje van rám. Azt hiszi, én bolondázok és azon röhögsz. Különben pedig, miért nem félsz a bőrödbe? Pszt, lassan beszélj. Hát ide hallgas, édes büchnerkém, milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyvadolog jön, egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem tudod, álmomban leérettségiztem. Képzeld, na és örülsz, hogy csak álom volt, te hülyőke, bár már túl volnánk rajta. Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hanyadik osztályába jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, psz, ne ordíts úgy, ide néz és kihívat, milyen pikje van rám. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzeld, pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam, nem furcsa, Szóval kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt, ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy, és egyszerre eszembe jutott az osztály, és hogy hiszen én tulajdonképpen a hatodikba járok, és nekem még sok dolgom van. Meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és méghozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm és fölébredek, és átnézem a mértant és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek és fárasztónak és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély és humor, és emlék és szép fiatalság, amit innen ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság, és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény. 1913. Reggel hétkor. Krrr. Brrr. Mi ez, mi ez, mi ez, ez a rettentő csengetés? Tűz van? Ezek nyilván tűzoltók. Szólni kellene az Erzsének, hogy oldsa a lámpát, biztosan meggyulladt a kredenc. Krrr. Brrr. Dehogy, hiszen ez a vekker. A vekker csönget! De hiszen akkor fél hét van már, fel kellene kelni. De hisz az lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Szerda magyar, német, mennyiségtan földrajz, torna, ez öt, rendben van, akkor még alatom öt percet. Magyar, német, mennyiségtan földrajz, tyű, hiszen még nem csináltam meg a térképet. Szeruzával megvan már, most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Tyű, hiszen át kellene olvasni még a földrajzot, és a magyart föl kellene kelni, felelés van. Fe, fel, fel. Na, mi ez? Csak nem alszom el megint, ezt még se lehet. Felelés Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom, csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni, meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrényi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alul, ilyen hidegbe. Persze a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember, de csak óvatosan, kedves Bauer, csak óvatosan. Így szépen lenyúl az ember a szék alá, óvatosan felkaparja a harisnyáját, így behúzza szépen a takaró alá, hogy én minek dugjam ki azért a lábam, nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaró alatt, na ugye. Tű, ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, kapitány úr, léket kapott az ágy. Némó kapitány, mindjárt elsüllyed. Ezt be kell tömni. Hú, de jó. Na! Hát ez megvan, fent van, hát ez kemény munka volt, ehhez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik, hiszen a nehezén túl vagyok, most már csak a cipőjön és a ruha, erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges, úgyis beteg vagyok. Néhány tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedés következtében nem vehet részt az előadáson. Tisztelettel Bauer Károly. Bár ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Bár miért kellene azért fölkelni? Tegnap egyszer átnéztem részint, úgyis mindjárt fölkelek és megnézem. Hát most már mindegy, nevetséges. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem, tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdnivalom van itt az ágyban, ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már hét óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna és a Szerbia és a Romániai Dalmát, és a Szerbia és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia. Na kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljen, Bauer, mert magának felelnie kell, mert maga Szerbiából négyesre áll, és az intőkonferencia már össze is ült. Fogd be a szád, Bauer. Igen, és az intőkonferencia ott ül már Szerbia határán, és tanácskoznak. Még csak a hadvezért várják, és a csatát azonnal megkezdik. Tehát mi Bosznia fővárosa? Bauer, fogd be a szájadat, és ülj ide az ágyú mellé. Most te vagy az ágyú tüzér, és te neked kell megvédeni Magyarország határát. Hát jó, ha nekem kell megvédeni, adjanak mellém ezer kipróbált derék cowboyt, mindegyik egy-egy mozigéppel, majd én megmutatom nekik. Hajrá, hajrá, derék fiúk, fel a csatába, adjatok egy lovat Bauer alá. Na most! hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de húsz saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek ez kell. Na, Bauer, hát akkor csak neki, édes fiam, foglald el Szerbiát, így még kiavíthatod a négyesedet. Jó, nem bánom, tanár úr. Tábornoki egyenruhám megfelel? Így, Hát most uh, utánam, fiúk, maga mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem, de vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját, így. Üljön fel ide, hátra a lovamra, és kapja el, ha golyó jön. Majd adok én magának. Ne feleseljen, tanár úr. Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Szerbiának? Na, ugye? Nem tudod. Szerbia fővárosa Budapest, miután én most elfoglalom és hozzá csatolom Magyarországhoz. Ő, le tanár úr, négyest kapsz. Hát hol is van csak az a Szerbia? Hol is van, az bizonyos, hogy valahol van, de nem találom. Jaj, jaj, tanár úr, nem találom Szerbiát, hogy foglaljam el? Persze, hogy nem találod, gazember, miután nem húztad ki tussal Magyarország határát a térképen, hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állnak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belépnek a tusba, mielőtt megszáradt. Na megállj te, gazember Bauer, ezt te csináltad. Le a fejeddel, le a fejeddel, hóhér, vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval. Jaj, jaj, hóhér úr, én készültem. Jaj, Erzsi, Erzsi, na mi az ifjúr? Mi? Maga még az ágyba van? Hiszen nyolc óra van már, a nagyságos úr már el is ment a hivatalba. Tű, ezt elaludtuk megint. Tű, mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fent van. Elkéstem Nyolc órakor még homályos a reggel, és homályosan bugdácsolnak álmos fejemben a másnap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete nyolc éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban nyolckor a véletlenek és ravaszkelepcék és elhatározó események hullámzó harc terére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv, furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. A fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyenleteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27 százalék. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, s hogy frőlik megbízhatatlan jellegű ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán még maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén én, Istenem, a mennyiségtan után két óra mértani rajz. Hiányzik a szépiám, a görben léniám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutman ígért egy gumiguttit, azt elkérem. Vörös Marti nyelv szépségei, Na igen, Vörös Marti nyelv szépségeit tudom, tudom, ma ez a tét kettő vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át, de van két tíz perc a magyar óra előtt, az húsz perc. Most még az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét, nyertem tizenöt percet, az alatt berepülöm Vörös Marti nyelv szépségeit, elkérem Gutmantól a gumiguttit, és még a történelmet átszaladom. A fizetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe. Mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta? Hát semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gútman megint, akinek a fizetéből öt röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bár mit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgy se tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj! Most pedig ennyi, jó lesz sietni ezzel az úrral, aki most szembejön jön, 8 óra 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van szóval. Csak szépia kell és lénia. Ezzel szemben Vörös marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai kristályos tökéletességgel. Mit csinálnak a szavai Szent Isten? hiszen ezt sem tudom. Meg kell gyorsan nézni, mi csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletességgel. És Nagy Lajos, szent atyám, gyerünk, ne zavarjunk össze mindent. Vörös Marti kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmantól a gumiguttit. De ha Gutman nem adja, akkor, akkor tisztel tanár úr, fiam ma gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gumiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami, vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik tíz után az egész osztályt. Na, mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem. Nem, nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak, és a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy esetőségem van, talán még nem jött be frőlik. Az üres folyosókon lábújhegyen lopózom az osztály ajtaja elé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcsjukra a lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egy hangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan benyitok. Frőlich egyetlen szót sem szól, csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvariasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk moraja fut keresztül. Főlik lassan előveszi az óráját és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba, Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik, felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányszók közé! Jobbra húzom a szájam. Előre meredek, a matematikai tudományok összességével szemben táplált elfojthatatlan érdeklődés ül ki arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk? Büchner balra sziszeg. Nem. Felelés. Eladom a könyvem. – Ennyi könyvet viszel már magaddal? – kérdezi az apám, s amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa svindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amivel semmi új nincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én, csak az utcán legyek, letérek a múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk, az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket és a könyvet, a kritikus könyvet, kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisomban. Megyek az iskolába és az utcán tanulok, még írok is néha. Tehát lássuk csak, ez a tavalyi rajz ötödik kiadás lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fele levált, annyi baj legyen. Az első fedélen egy mértani rajz. A 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra, sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert, és a szájába csutorát nem lehetett kiradírozni a rozmárra tavaly, mikor még ifjú voltam, és nem gondoltam a jövőre, oda meg direktet, tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, dörzsöltem az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik és vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a sejem papír, mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik. Az igen, az rendben van, arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni, nehéz verejtéket munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani, mindig visszakunkorodik. Egészben véve azonban igen csinos könyv. Így egy kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, nagyon takaros, rendes könyv. Na, látszik, látszik, hogy horták, de azért olyan, olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan két korona hetven fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, egy koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, húszszal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok egy-két percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi öregember, szemüvegen át néz valami képet. Kilencven fillérért is odaadom. Komoly öregember hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok türelmesen, köhögök. Egyszerre végtelen, bús kis hitűség tölti el a szívem. Magamban szelíden, könnyes megadással simogatom az öregember lelkét te hideg, kemény öregember, értsd meg a szegény, szegény, szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, ó, úgy szeretne egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúzlit lehetne csinálni, egy olyan, új rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénzt, sok pénzt, egy koronát, kettőt, magáért a pénzért. Lárpor, lár, látod, én értelek téged, te öregember. Tudom, én tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, is, hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked hetven fillérért. Az öregember közben tovább tárgyal. Hozzám nem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel, megforgatja két közt a könyvet, rettenetes undorral kinyitotta. Istenem, igen, éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. Hatvanért odadom neki. Egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás, és szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem ezt használják a markóba, mondom vaddatszal, elszorult torokkal. Tudom, és tárgyal tovább, levegő vagyok. Tétován percekig állok, embertelen keserűségül a mellemen. Harmincért odaadom, szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. Két perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá. Negyven fillér, mondja, de nem fordul felém. Rövid számadás, ez még a mozira se elég, de a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe. Utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell. Ezért mennyit ad? Összesen egy korona és hatvan fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátánnak az én idei stilisztikám, azt elhiszem, kapott utána, elvitte, kikapta a kezemből, nem is volt időm meggondolni. És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még egy koronát léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinosnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat. A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinman. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinman miért tudja megtanulni? kérdezi otthon 32 apa 32 fiútól. Kért meg a Steinmant, hogy magyarázza meg mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmant. A Steinman mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy Steinman tudja, az a biztos, az az egyedülhelyes, az az abszolút. Steinman felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat, a tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre meg az osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a biszetr fogjai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van két másodperc, az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam, tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegember egészen elernyed és a szemeit, hújjon le fejére a bárd. Egelmeier az utolsó padban egészen elbújik Deckman háta mögé. Ő nincs is itt, köszönöm szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé. Törüljék ki az élők sorából, őt felejtsék el békeporaira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet. Altman, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik, egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a ezt. Steinmann mondja egészen halkan és kivételesen. Nehéz, felszabadult sóhaj, kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinman gyorsan feláll. A mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból, mint egy testőri, néma és mellékes, dekoratív szereplője egy nagy eseménynek. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spondját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét. Ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, még a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót, majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy egy tekintet elbűvöli a grófot, és a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann, annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtan lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbírkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát. Csonkagúla, ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy eglemájer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés a rövid ideig tart fél szavakban beszélnek egymással, értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük, ez az ő kettejük dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Marad ez szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelős szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie. a rossz tanuló felel. Nem, mára nem lehetett számítani igazán, hiszen számított rá, persze, hogy számított, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyen félét, de álmában magyarból hívták ki, igaz, hogy úgy volt, mintha a magyar is frőlik tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést, a párhuzamos vonalakról felelt egyfelesre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz. Hát, hát, ha csoda történik, hát, ha csak agyrém, nyomasztó lidérc nyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó fizetet felkap a padról. Még végig megy a kis utcán a pacsorok közt, ezt gondolja. A plusz B szer A minusz B egyenlő A négyzet minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba és katonai pályára lépek. Közben megbotlik és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, hátamögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet nevetni. A tanár leül és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában. A plusz bészer, veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült, mondja a tanár. Készültem? Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet és lenyiratja a haját. Hát akkor írja. A rossz tanuló a tábla felé fordul. B4Z minusz minusz 4Z B négyzet, mínusz plusz mínusz négyzet, B mínusz négy AC, szer két és a rossz tanuló engedelmesen érnékezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony, tudja, miről van szó látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Égen, ez az homályosan sejti valami másodfokú egyenlet, de hogy mi lesz ebből. Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja, a vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakig a spondjáért. Időt nyer ezzel. Hát, ha csöngetnek addig, vagy valami lesz. Úgy se sokáig szerepelő itten, a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép lassan felrakja, igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még á, a iskolában nagyon korán kell felkelni villanát az agyán hirtelen, de aztán hadnagy lesz az ember, esetleg kimegy fiú mélybe. Közben szép lassan ír, még mindig nem írta le hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. A másodfokú egyenlet kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfokú egyenlet ismétli olyan ember modorában, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, ó, a tanár már tudja, mit jelent ez. Készült? Mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem, én készültem. Ezt bezzeg villám gyorsan mondja. Véres, dac, lázadó kétségbeesésre meg a hangjában. Tanár széles gesztussal. Hát akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik, oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk és most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre elsápad és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig. Tanárul kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki. Ővele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetően. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát. A másodfokú tanárul kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a patsorok közt? Nem, inkább áll hülyén, keze dadogva babrál a táblán a félbemaradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, ez is olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon úszott. És így áll most, még áll, reménykedik, udvariasan figyeli, amit a másik beszél. Néha helyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, ő tud, néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat és figyel előre hajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud, egy szóval nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja. Elhallgat és még egyszer a katona iskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza a zajok. A kréta ropogása, Elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelen, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen. Nagy, kék valami, oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonalak, igen, a végtelen, a megértés, a jóság és ember szeretet osztályában, ahová ő soha eljutni nem fog. Ama felsőbb osztály, melybe elégtelen eredmény miatt fel nem léphet soha. A bukott férfi A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaja előtt. Már mindenki hazament, egyenként szállingóztak a tanárok is. Alászolgálja, mondja udvariasan húszszor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Svikkert várja. Ó, igen, már tizenegy óta várja Svikkert, akivel röviden is nyugodtan és érctelen hangon fog beszélni tanár úr, ezt mondja majd Svikkernek, egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanár úr, ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan, ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor, mikor azt mondtam, hogy nyolcadik Henrik. Magam is tudtam, hogy nem nyolcadik Henrik, hanem harmadik Richard. S már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert nyolcadik Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom önt, csak hidegen megállapítom a tényt, ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvény és szokás szerint tette ezt. Én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bemegyünk ide a tanáriba, ön áthúzza az elégtelent és alul ezt a mondatot osztályismétlésre utasítatik. Aztán elválunk egymástól, mint férfi férfitől. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni. Nos, hagyjuk ezt. Hogy önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem, nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely meg nem érthet engem? Így fog beszélni a bukott férfi, és Vikker, aki meghökkenve hallgatta végig, egyszerre megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul és hirtelen a kezét nyújtja. Neugebauer, mondja Svikker, elég. Én értem önt. Adja ide azt a bizonyítványt. Ön ridegembernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom, Neugebauer. Igen, a bukott férfi így fog beszélni Svikkerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már kettő felé jár az idő, és ő tizenegyre hazaig érkezett a bizonyítványjal. Jó volna, ha svikker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája, a bukott férfinek. De íme, itt jön svikker. Igen, beszél hátrafelé valamit, most nem lehet megszólítani. Most se, most megy a lépcső felé. Jerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcsőn még se lehet, annak semmi formája, majd a portás ajtaja előtt... De a portás kint áll az ajtóban, nem lehet, itt nem lehet. De mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem szépen, tanár úr, tanár úr, kérem. Na, mi az, mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt az van, itt az van, mi van, hogy hívnak? Na, Bauer. Ja, te nálam megbuktál. Na, csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr. Nem fog megártani egy kis tanulás a szünidőbe és Neugebauer udvariasan vigyorog. Igenis, tanár úr, alászolgálja. Szervusz! A bukott férfi hajlong és megindul a körúton. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A svikkerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz, hiszen ő nem is akart svikkerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? No igen, nehány utca, amin végigmegy, megy, nehány bolt. Néhány fanyar férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról. Aztán az a kis dolog. Hagyjon hátra valami írást. Mének? Talán egy pár sort, így. Inkább vagyok első utikában, mint Rómában a második. Hm. Biztosan utikában mondta ezt Cézár. Nem, nem biztos, hogy ott mondta, ott valami más történt, tudta, de ő elfelejtette. Majd így írja. Inkább vagyok a halálban a második, mint az életben az első. Igen, ez biztosan nagyon szép, bár ő nem nagyon érti, de azok majd azok érteni fogják, a nyomorultak. Hát csak értsék. Inkább vagyok a sírban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szivárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy az egész idő alatt, még ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepé indulójának a tenorját, amit betanult. Felhazánk hű nehemzehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér, ezt énekelte, közben ugrált és viaszkos vászontáskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az, Istenem mi volt, pedig ma reggel nagyon elhatározta. Üveglénia, nem mő gőzturbina. Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, még, az öt forint együtt nincs, pedig az mikor lesz? Legfőjebb jövő elsején. Aha, tudja már, ceruza hegyező. És, és még valami, igen, mustkolbász. Mustkolbász, a nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van, mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami, ott lóg a csemege kereskedésben. De túlvilágia jó lehet, must is, kolbász is... Egyelőre ezt mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénzem van, csak. Az nyolc, meg három, hatosban, meg hat krajcár is, egy fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak. Összesen közel három korona. Két perc múlva megvan a ceruza hegyezős, további két perc múlva a bukott férfi ott áll a csemegekereskedésben. Ebből harminc ér, mondja, és piszkos kis ujja reszket, amint kinyújtja a torka meg löktet. Hirtelen elszánás, halálos könnyelműség önti el, meg mámorosodik. Meg húzdek a törmelék csokoládét is kérek. Azt hiszem, elég. Meg kérek húsz ér ementálit is. Meg huszonöt ér abból a vörösből. Lazac? Kérek abból is. Mindent külön csinosan becsomagolnak, és ő hagyja, bár tudja jól, hogy nem érdemes, hiszen a legközelebbi kapu alatt úgyis felbont mindent. Két korona tíz, tessék, néhány hatost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűli. Kezdi az ementálin, vastag darabokat tör lebent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába, majd megfúl, kivörösödik aztán a must eszi meg, aztán a lazacot, mintha köveket raktak volna a gyomrába, mindegy, veszem, minden következik a törmelék csokoládé, az jó, az meleg és édes és omlós. Ez is megvan, de most milyen nehéz a gyomra, most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze, drága, az utolsók közül mindegy. Mi van még? Kilenc krajcár maradt, mihez kezdjem vele? Kérek kilencért török mészt. És most itt megy ő, a bukott férfi a Nefelejts utcában, hogy került ide? Mindegy, megy, megy a hosszú Nefelejts utcán, benéz a kapuk alá, nehéz-nehéz érzéssel belül. És nem tudja, a gyomra nehéze vagy a szíve? Benéz a kapuk alá, rágja a török mést, csak rágja, körös körül halálos üresség, céltalan élet, hideg igaztalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri, végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul, jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk hű nehemzehedéke, kínlódva rágja a ragacsos, foghoz tapadó csiriszt, és a nyála és a könnye fuldoklón csorog le a torkán. Magyar dolgozat Első Háromnegyedes dolgozat Petőfi lírai költészete Petőfi Sándor, a világhírű nagy magyar költő, mint lírikus is kiváló helyet foglal el ebben a tejjelmézzel folyó kánaánban, melyet oly gyönyörűen jellemzett leíró költeményeiben. Petőfi Lírai költészetében legfontosabb a szubjektivitás, azonban Arany Jánosnál inkább az objektivitást látjuk túlsúlyra vergődni. Míg Petőfinél olyan szépen domborodik ki a naív népies hang, addig Arany Jánosnál a népies hang háttérbe szorul, és a helyét a nyelv szépség foglalja el, amely különben Petőfi gyönyörű költeményeiben is föllelhető. Petőfi lírai költeményeiben a következő szépségeket találjuk, úgy mint egy népies egyszerűség, kettő nemzeti hazafiasság, három trópusok és figurák, négy fiúi szeretet anyja iránt, öt szerelmi költészet, stb. Petőfi mindig a szubjektivitásra törekedett, és célját a legnagyobb mértékben el is érte, mert költeményei utat találnak a legegyszerűbb nép szívébe, éppen úgy, valamint a paloták ragyogó és fényben úszó csarnokaiba is. Költeményeiben az aranykolászos, gyönyörű, nagy magyar alföldet látjuk megénekelve, melyet nála kívül senki oly szépen jellemezni nem volt képes, mint ahogy maga is írja gyönyörű költeményében, mely így kezdődik. Szép vagy alföld, legalább nekem szép. Mindazonáltal Petőfi nem csak az Alföldet bírta jellemezni, de azonban a Tiszát is és a jó Kocsmárost, aki alatt saját atya értendő. Egy másik költeményében még inkább kidomborította az egyszerűséget, midőn a juhász oly szamáron megy, melynek alacsonysága következtében a juhászlába a földig ér. Egyszer csak hallja, hogy haldoklik a juhász babája, s siet azonnal, hogy még életben találja, de azonban csak halottat talál. Elkeseredésében mitelhetett a juhásztól, tehát bottyával nagyot üt a szamár fejére. Mi csuda szépen látjuk itt úgy ebár az egyszerűséget, melyel a juhász a szamár fejére üt elkeseredésében. Vannak petőfinek viszont költeményei, melyekben ő ellentétet állít be, például befordultam a konyhába című költeményében, midőn azt írja, hogy az ő égő pipája kialudott, míg ellenben alvó szíve meggyulladott. Míg előbb pipája égett, most szíve ég, mely viszont azelőtt aludott. Már ezen is láthatjuk az ellentétet. Ez Petőfi lírai költészete, mely az egész világ költői között nagy szerepet játszik ennek a gyönyörű, aranykalászos nemzet dicsőségére. Skurek Ferenc, 6. B. Osztályos tanuló Második. Egyfeles dolgozat. Petőfi és a Líra. 1823 szilveszter éjszakáján vagyunk, odakünt apró pillékben szállingózik a hó. De nagy öröm dagasztja keblét a helybeli mészárosnak, kinek kiskörösön gyermeke született szilveszter szent éjszakáján egészen kicsi csecsemő, fekete szemeivel, melyek még gondtalanul bámulják a szegényes szoba nyírkos gerendáit, most anyjára pillant, és nem tudja levenni róla tekintetét. Az anya szeretetteljes bensőséggel hajol a gyermek fölé, s az igazi anyákat jellemző gondossággal igazítja meg a bölcső kemény, de fehér bánkosait. Mit sejt ezen anya? Ezen anya nem sejti még, hogy a parányi bölcsőben egykor a nagy Petőfi Sándor piheni ártatlan gyerek álmait. Petőfi. Mi dőne szót leírom, ezer emlék rajzik fel lelkesült agyamban. Gyönyörű költemények, zengenek, bonganak, melyeket oly lelkesen, kipirult arccal olvasgattunk otthon szerető szüleink körében, s az iskolában, ahol nagyra becsült tanárunk oly szépen magyarázta el a költemények rejtett szépségeit s lelki szemeink előtt, míg a magyarázatot hallgattuk, mint egy álomkép vonult el a napsugaras alföld, a kis tanya, a betyár, a juhász és a szamár, de kigyőzni felsorolni. Petőfi lírai költészetében a szubjektív, az alanyi elem lelkesíti legjobban szívünket, míg aranynál a komoly, objektív hang késztett férfias bölcselkedésre. Petőfi, mi nagy költőnk, mi büszkeségünk, egyik kezedben lantal, másik kezedben csatabárdal, nyugodj békében a segesvári harctér elfeledett hantyai alatt korhadó sírhelyeden. Goldfinger Rezső, hatodik B osztályos tanuló. Röhög az egész osztály. Az ördög bújt az osztályba. Reggel, mikor bejöttünk, új szemétládát találtunk. Szép, nagy szemétláda, politúros. Azonnal kiderült, hogy egész kényelmesen el lehet férni benne. A szemetet természetesen kiszedjük belőle, és szépen eltrancsírozzuk a tetején. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egyenlő távolságban kenyérbelek jönnek, közepére, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonnahéj. Mindenki rendez valamit, régi vasakat, tolszárakat viszünk a szemét kiállításra, amit belépő díj mellett mutogat a dekner. A második tíz percben váratlanul kitör a cédula ragasztás. Először Kelemen hátán jelenik meg egy rövid jelentés, mely tudtulodja, hogy az illető önmagát szamárnak minősíti, és ezt minden külön értesítés helyett állandóan reklamírozni óhajtja. Kelemennek aztán bizalmasan megsúgja valaki, hogy elhatároztuk, hogy cédulát ragasztunk robosz hátára. Kelemen röhög magában, és csak hamar feltűz egy hasonló cédulát robosz hátára. Roboz már öt perce röhög velünk együtt Kelemen céduláján. Kelemen már fuldoklik, hunyorog a szemével, a röhögés nő, dagad, egyre vidámabb lesz, orkánná fajul. De minél jobban röhögnek ők egymáson, mi annál jobban röhögünk ő rajtuk. Aztán a következő dolgot találja ki valaki. Az ember odamegy például Auerhez, aki szorgalmasan ír valamit. Liheg menne kiszalad, lázasan örömtől feldult arccal, kapkodó hangon karon ragadja. Gyere, gyere gyorsan! Fuldokolja és viszi magával. Auer kapkod, nem érti. Na, mi az, mi az, mi történt, hová? Kérdezi izgatottan és ilyetten és szedi a lábát. A másik nem felel, liheg, cipeli, keresztül vonszolja a folyosón, felrohan vele a harmadik emeletre. Auer agyán villámgyors iramban többféle lehetőség mozgóképe száguld. A nagybácsia jött meg Amerikából. Az igazgató hivatja, mert konferencia volt, és ott végre megállapodtak a tanárok, hogy ez az auer egészen kivételes, érthetetlen zseni, amilyent egy században egyet szül csak a korszellem, és azért rögtön ki kell adni neki az érettségi bizonyítványt, és ezer korona ösztöndíjat egy nagy beszéd kíséretében, amit a tanári szobában tart az igazgató. A kultuszminiszter hivatja, aki itt van a tanáriban, direkt miatta jött, mert valaki beküldte neki Auer legutóbbi magyar dolgozatát, amit könnyek között felolvastak az országházban, és Auerrel most kezet akar fogni a kormány képviselője. A szabad kézi tanár hivatja, mert egy gazdag mecénás meglátta az ő levél levélalak című szépia rajzát, és 30 ezer koronáért meg akarja venni a városligeti fesztikörkép helyére, amit most elárvereztek. Húsz ezerért is odaadom, gondolja még hirtelen Auer, amint lihegve felérnek a negyedik emeletre. Ott egyszerre a hírvivő, aki eddig egy szót se szólt, elereszti Auer karját, és szép lassan megindul lefelé. Auer csodálkozva utána fordul, a lépcső alján már ott áll az egész osztály és röhög. Auer egy percig áll, marhák, mondja aztán dühösen, és jön szégyen szemre lefelé, két perc múlva már ő röhög legjobban, mikor robotzal csinálják végig ugyanezt. Közben Vlach a táblára lerajzolt a kökörcsintanárurat alsó nadrágban, de különben cilinderrel a fején, amint második Józsefnek jelentést tesz az osztály magaviseletéről. Második József az orrát piszkálja, és egy üveg zaherlint nyújt át kökörcsinnek, aki köszöni alássan is jót húz az üvegből. Zajcsek ordít, hogy őt nem hagyják tanulni. Végre fogja magát, beül az új szemétládába, magára húzza a fedelet és orhangon énekel. Vlach jelt egyszerre mindenki elhallgat és feláll. Zajcsek rémülten dugja ki a fejét, azt hiszi a tanár jött be, vad Zajcsek megvetően kiköp a ládából és undorral magára húzza a fedelet. Hanem most tényleg belép kökörcsin halálos csend. Egyszerre minnyájunknak eszébe jut Zajcsek, aki a szemét ládában ül. De Zajcsek másodszor már nem hagyja becsapni magát, nem mozdul. És most rettenetes óra következik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. A folytott röhögés forróláza lüktet a vérvörös arcokon, és a halántékok kidagadnak mindenki a pad fölé hajol. A csönd, melynek fenekén egy esetleges kipukkadás borzasztó réme vonaglik, ingerlően zúg a fülünkben. És vannak elszánt, vakmerő az emberek az utolsó padokban, akik még feszítik a kritikus hangulatot. A kis lőbül lebújta a padok alá, négy kézláb mászkál kényelmesen, körös körül az osztályt, és egyenként megfogta a lábunkat. A szemét láda gyanúsan mozog, kökörcsin emelt hangon fejtegeti második József érdemeit, hátulról meglöknek egy hangsúg a fülembe. Vigyázz, jön a pad alatt, lőbül, már a negyedik pad alatt van. Mindenki felhúzza a lábát a padra, a szájunk reszket a röhögéstől. Kétségbe esettem próbálok figyelni, hogy másra tereljen fantáziámat. Kökörcsill lelkesen magyarázza, milyen szép dolog volt második Józseftől, hogy egy tolvonással visszavonta összes rendeleteit. Az anyja, második Jóska, mondja Eggle az utolsó percben hihetetlenül mély gyomor hangon. Auer élesen felszíszen, löbül most ért odáig és belecsípett. Nézd, mondja valaki mellettem, kökörcsin egyik lába rövidebb lett, mint a másik. A szemem majd kiugrik. Most, most vége. Még egy pillanat, és robban. Ebben a percben a tanára következő viccet csinálja. Auer, mit mozgolódik maga, mint egy sajtkukac? soha még bohózat írónak olyan hatása nem volt a közönségére. Mint gátját áttépő áradat harsan fel a röhögés, percekig röhögünk felszabadulva, hörögve. A tanár csodálkozva néz és elnézően mosolyog, magában megállapítja, hogy milyen frappáns és ellenállhatatlan humora van neki. kísérletezem. A mágnesesség és villamosság mágikus jegyében folyt le november. A fizikaterem asztala állandóan tele van gépekkel, korongokkal, elemekkel, induktorokkal és dinamókkal. Borzasztó dolgok történtek. Pollákovics ráállt egy üveglábú zsámóra, mire beleeresztették a villamosságot, mire Pollákovicsból szikrák pattantak, és a haja égnek merett. Müller elmagyarázta, hogy Pollákovics, mint emberi test jó vezető. Pollákovics szerényen és áhítattal találta a olyan, mint ahogy egy jó vezetőhöz illik, és lelke mélyén homályos örömmel villant át az elektromos áram szárnyain, hogy Müller ezek után feltétlenül kiavítja kettesre a háromnegyedét, hiszen nem lehető rossz tanuló, lám milyen szépen átvezette a villamos áramot is. Zavarosan olyan érzése van, hogy aki nem érti a fizikát, azon nem megy át a villamos áram, mely a tanár úr szolgálatában áll, és mint ilyen, tisztá a helyzettel és az osztálykönyvvel. Hazamenet, hat érveszek egy mágnesvasat. Ámulatos dolgokat tud a mágnesvas, de nem vagyok megelégedve az eredménnyel. Már útközben elhatározom, hogy otthon a patkó alakú vasat kiegyenesítem, a közepébe lukat fúrok, a. a Mondjuk az apám hegyes papírvágójával, esetleg ollóval, és iránytűt csinálok belőle, döbusszol formában, hogy az irányt abban az esetben is mutassa, ha egészen ferdén lefelé áll, mert hiszen esetleg nagy földrengés is lehet, a ház oldalt billen, mint egy hajó, és én mégis tudom majd az irányt, milyen jó lesz. Lelkesen elvégzem magamban, hogy sohasem járok iránytű nélkül ezentúl csupa izgalmas terv vagyok, mire hazaérek, mert uh, heronlabdát is csinálok, úgy van, és magdeburgi féltekéket, ha tudni akarjátok, és egy löklansé elemet. Csak a hugomat találom otthon, akinek lelkesen magyarázni kezdem a Toricelli féle űrt. Na, mit gondolsz, mi tartja fenn a 70 cm magas higanyoszlopot? Kérdem gúnyosan. Igen, nem hiszed? Hát ide néz. Teletöltök vízzel egy poharat, papírt teszek alája. Most ide néz, megfordítom az egészet, és nem folyik ki. Na jó, most csak azért folyt ki, mert persze nem a pohár alá kell tenni a papírt, elfelejtettem. Bal sikerem nem veszi el önbizalmam. Fésült, dörgölök, és papírszeletkéket csipegetek fel a fésűvel. A hugom azonban felbosszant, és azt állítja, hogy a papírszeletkék csak azért ragadnak a fésűhöz, mert a fésű piszkos. Áttérek a löklan séjelemre. Ez kicsit bonyolult dolog. A befőttes üveg rendben volna, de honnan veszek Staniolt? Réz is jó volna. Ja, ha a fürdőszoba csapját le lehetne olvasztani. Csak hogy ez több nehézségbe ütközik, aztán meg nem tudom meggyőzhetem-e családomat fölfedezéseim fontosságáról, és hogy ezek a fölfedezések a család részéről bizony áldozatokat és nélkülözéseket követelnek. Ellenben ki kifogom szivattyúzni a vizet a vizes kannából, kién és bebizonyítom beén a légnyomást. A légszivattyút azonnal megtervezem papíron, fantasztikus utópiák ragadnak magukkal, az egész szobából kiszivattyúzom a levegőt, kién, úgy, hogy a tárgyak elvesztik szabadesésüket. Marinak a mindenesnek az a nézete, hogy én egy pafont fogok a papától kiszivattyúzni, ha azonnal nem veszem ki a mozsárból az ecetet és a széndarabokat, amiket beleraktam. A természettudományokat kezdik görbe szemmel nézni, de hát nem lehet forradalmat csinálni anélkül, hogy fölne forgassuk a fennálló virágrendet. Hát nem hisztek Newtonnak és Kopernikusnak? Hát ide nézzetek! Mondjuk ez a lámpa legyen a nap, a szabad térben mozgó égitest. Nézzétek, ide teszem a mágnes vasat, képviselje ez a gravitációs erőt. Vagy mondjuk ne a lámpa legyen a nap, hanem ez a mágnes vas, és legyen csak a lámpa egyszerűen a föld. Na most már, na már most. Most képzeljétek, hogy ez a mágnes vas, ami ugye a nap, itt ahol tartom, egy helyben áll. Ugye most a lámpának a bal oldalát világítja meg. De kérlek, Mici, ne légy olyan nehéz fejű. Igenis, most úgy van, hogy ez világítja meg a lámpát, és nem a lámpa esztet, mert a lámpa az egy sötét test legyen. Na már most, meddig tart ez? Ugye addig tart csak, míg a föld, vagyis a lámpa el nem fordul. Nem megyünk semmire, mert akkor csak éj és nap váltakoznék, és nem lennének évszakok. Hanem a földnek el is kell mozdulni, keringeni kell, mozdulni kell neki, az Isten itt, na, látjátok? Így mozog, így mozog a föld, így kell neki mozogni, és mégis mozog, arról nem tehetek, hogy a lámpa leszakadt. Rosszul volt feltéve, a csavar nem működött. Azt pedig természetesnek találom, hogy a hálatlan és meg nem értő bírák vacsora helyett kilöktek a cselédszobába, és rámzárták az ajtót. Galileivel is pont ezt csinálták. De az igazságot nem lehet véka alá rejteni. E pur si Magyarázom a bizonyítványom. Hát kérem szépen, először is, ez még nem a végleges bizonyítvány. Ez csak a féle lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a fél éves bizonyítvány nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, amiket sürgősen orvosolni kell, igen. Különben a bizonyítvány ellenőrző és kiegészítő konferencia foglalkozni fog az esettel tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott, kicsit zavarban volt és tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közölt szüleiddel, miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. A bélyek hatósági szabályrendelet szerint sajnos így is ki kell adni a bizonyítványt, de kérnelekkel, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan ideiglenes irat, aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg, kedves szüleidet, ne haragudjanak ezért a tévedésért. Az igazi bizonyítványt csak hamar kiállítjuk. Egyelőre kérettem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra. De hangsúlyozt kérlek, hogy ez csak formaság. A főkapitány személyesen átírt a fiumai tengerészeti gimnáziumba. Derítenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a, ez a, ez a számít. De Ami ugyan csak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből, de esetleges félreértésekre od alkalmat tudni illik, Mangold, a történelem tanár, az csak helyettes tanár nálunk. Még nem is osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályozástanból a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit másképpen kell érteni. Egyes helyett kettest, kettes helyett négyest, majd ha letette a vizsgát, akkor az összes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer Feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmadra, egyszer egyesre, egyszer háromnegyed kettesre. Tessék ezt összeadni, mérteni, középarányost venni. Kijön a háromnegyed egyes aláhúzva. Először a második Józsefből feleltem, de akkor csengettek. Másodszor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam snalkal Dennyi szövetség, láttam, mikor beírta az egyfeles, de akkor elvesztette a noteszt. Fizikából. Hát fizikából már novemberben feleltem, kérdezte, hogy a nap körül, mondtam, hogy ellépsz is alakú pályán, melynek egyik gyújtópontjában a nap van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellettem ülő fiúval összetévesztett, akinek háromnegyede negyede van fizikából, és nekem írta be véletlenül. Na, hát akkor szóltam, a tanárikar megnézte a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormánynál kellemetlenségei támadnak. Nagyon kért, hogy ne fírtassam a dolgot most enyelőre, és tegyen meg neki, hogy most egyezzen bele a hármasba, évvégére kiavítja a jelesre, és nem is kell felelni a következő fél évben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba főigazgatói aláírással. Frülichnek pikje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtthatóval kellett megoldani az egyenletet, és akkor, mikor kihívott, és akkor, mikor megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, de akkor nem esett ki a második egyenlet, persze, azért nem, mert x-el is be kellett volna szorozni. Csak hogy ezt Frülich nem vette észre. Mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor, mikor észrevette, hogy ő nem tudta, szégyelte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, és azóta pikje van rám, mert jobban Tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javítani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januári ki kell hívni a fiút javítani, mert másképpen nem érvényes az osztályzat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is mondta, hogy föl lehet jelenteni frőliket, de nem akartam, mert úgyis pikje van rám, pedig a dolgozatban nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannnak. Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három-hármas, akkor nem lehet magaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit postán küldenek el a szülőnek. Ezt? Ez nem hármas, ez kettes. Csak hogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a kettest, véletlenül felülírja a végét a kettesnek. Csak a vezeték nevettessék aláírni. De mostanában ne tessék bemenni az iskolába. A kaput kiemelték, most átalakítják, nincs kapu, nem lehet bemenni. Majd egy-két hét múlva. A lányok A lányok a vadász utcába járnak, egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a körútra, villognak és sokdolóznak. Cofjukon piros és kék pántlik a fityeg, hárman-négyen összefogódznak, egymásba karolnak, az egyik halkan súgva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értetlenül és irigyen nézem őket, vajon miféle butaságon nevetnek folyton, és mit súgdolódznak? Ha két lány összejön, mindjárt sok kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek, elkomolyodom, és gyanakodva rossz érzéssel húzom föl szemöldököm. Valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszaladnak. Vajon mi lehet az? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetségtelenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se. Leideni palackot nem csinálnak, sem Magdeburgi féltekét. Egyszer napfogyatkozás volt, a hold árnyéka elhaladt a napkorong előtt. Napokig készültem rá, üveget kormoztam és dobogó szívvel vártam a csillagászok által kijelölt időpontot. Mikor a fényes tányérba beleharapott a fekete csorba, újjongva és áhítattal kiabáltam, és kezemben a kormos üveggel kerestem valakit, akinek elmondjam, hogy milliárd kilométernyire mi történik odakünt. Csak két lány ismerősöm volt a másik szobában. Befutottam és lelkendezve hívtam őket, hogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás színjáték csak percekig tart. Nem lehetett rávenni egyiket se, hogy az utcai szobába átjöjjenek. Valami butaságon vihogtak, csúfoltak engem, hogyan hagy bennünket, mondták. Dühösen és gesztikulálva magyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tüneményről van szó, és hogy mindjárt vége lesz, de hiszen csak arról van szó, hogy átjöjjetek az utcai szobába, kiabáltam elkeseredve. Valami kétértelmű ostobaságot feleltek, egy szón megint zokogni kezdtek, nem jöttek át, nem nézték meg. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük. Valami van, amit mindenki tud, csak én nem, ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike voltam, mikor a rokonaim ilyeneket mondtak nekem. Hát állva hagyod a kis, -kis asszonyt, és te leülsz, nem szégyelled magad? Milyen gavallér lesz belőled? és nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? kérdeztem magamban. Miért? Micsoda ostoba, jogtalan, igaztalan előny. Ha pofon vágnám, leesne a székről. De hát ő pofon vághat és megalázhat engem csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem üthettem vissza. Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kineved bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért? Miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korokban már magázza őket a tanár, nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbbistákat plánek is asszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán, hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap egy olyan brusztvekket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegeztem. Ha elmondanám, azt felelnék, úgy kell, miért nem vágtad, pofon, nem szégyelled magad? De hát ő kezdte, tanár úr. Hát engem nem véd senki. Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell. Micsoda katona lesz belőled? Az ám katonaság... A tornaórán szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Az kemény dolog lesz, tudom, eleget hallottam róla. Hideg prics, borjú a hátamon, alélt menetelések, puska és szurony. Hiszen szép, lelkes dolog, tudom, vágyom is rá, de hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni, aki nem kockáztatja életét a hazáért gyáva és becstelen. Hát ők, ők miért nem gyávák és becstelenek? Eszükbe se jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek, mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és becstelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket, királyért és hazáért, és a nőkért. Hát a lányok királyok? Miért? 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 Miért mindenütt, mindig ez a kivételezés, ez az wurst, ez az elnézés? Miért? Miért? A villamosban fel kell állani nekik, a legjobb falattal őket kell megkínálni, ha leejtenek valamit, úgy állnak ott hanyagul ha és kényelmesen, mintha a természet törvénye volna, hogy azért nekem kell lehajolni. Tizennyolc éves koruktól kezdve már kezet csókolnak nekik, mint az öreg püspököknek, akik munkában és áldásban töltötték életüket. Jobb oldalra kell engedni őket az utcán. De hát miért? Mit nyújtanak ők? Mit tesznek? Miért kell tisztelni őket? Hiszen műveletlenek, ostobák, lusták és dologtalanok. Mulatságban nőnek fel, férjhez mennek, attól kezdve a férjük dolgozik, helyettük eltartja őket. Szabad jegyet váltottak az életre azzal, hogy megszülettek. Míg nekünk véres verejtékkel kell kiverekedni minden percünket, újra és újra bizonyítani, hogy jogunk van az élethez. Hát miért? 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 A fiúk valami szégyenletes és ostoba dologról fecsegnek az iskolában. Nem, az képtelenség, ostobaság nem lehet. Itt valami titok lappang, az bizonyos, de az őrültség az lehetetlen, hogy az legyen az a titok. Hiszen az egy buta vicc, egy gyerekes játék, hiszen ennél csak érdekesebb a Toricelli féle űr, vagy egy leklansé séjelem. Miért? Miért? Érzem, hogy egy napon meg fogom érteni. Félek ettől a naptól. Ezen a napon keveredem majd el a szürke tömegbe. Ezen a napon jövök rá, hogy én is az vagyok, amik ezek itt, akik szembe jönnek velem az utcán. Ezen a napon el fogom felejteni az osztályt, a löklansé elemet, növénygyűjteményemet, és el fogom felejteni önmagamat. Naplóm. Szeptember 5 -e. Új év, új napló, új élet. Ma volt az első nap a suliba. Osztályfőnök lenkei, de még nem biztos, az az rendőr. Tanarak általában a régiek, majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre a harmadik padban ülök. Az a hülye benkő jött oda, hogy lépjek be a körbe, majd bolond vagyok. Elhatároztam, hogy ezentúl mindent pontosan megírok, Este voltunk az Angi néninél, desnasz volt, nem hoztak petróleumot, nasz volt. Napkél, 6 óra 15 perckor, nyugszik, 5 óra 45. Ebédre húsleves, leves hús, Most itt ülök az utcai szobába, a lámpa alatt, és írok. Szeptember 31 -e. Ma volt az önképzőköri megalakulóülés. Elnök Mautner, alelnök Gelléri, székely titkára nyolcadikból gazda Várnai. Én bekerültem a választmányba hat szavazattal, mint bizottsági tag. Kitűztek pályázatot elbeszélő költeményre, értekezésre, szavalatra és matematikai értekezésre. Mint választmányi tag egyedül vagyok ötödista a bizottságba, címzetes jelleggel, de csak bíráló bizottsági tag. Ö, ebéd, gombaleves, fasértrisko. Voltunk múlt héten a Kereskedelmi Múzeumban. Szombaton Uránia, utána vasárnap, hétfőn csak 12-ig van előadás. Október 6-a Aradi vértanúk, nincs soli. Ünnepét elbricceltem. Hazajövet találkoztam Gárdossal. Mondta, hogy semmi se volt. Didi beszélt, aztán földesi a vértanúkról. Sebők szavalt, de súgtak, és erre összezavarodott. Mondta, hogy tanrendben újítás van. Fizika helyett kedden 9 10 ig történelem. Gerő elmegy az iskolától. Délután megvettem a szépiát, a nullkörzőt és gumit. Maradt 57, és megcsináltam az ábrázoló rajzot. Nagyon szép volt, de a végén a kihúzóból kifolyt a tus. Valahogy kivakartam. Elhatároztam, hogy ezentúl mindig hordok iránytűt. Most az utcaiban ülök, de a sublód előtt, mert az asztal tele van a friss fehér neművel, amit hoztak. Mindjárt vacsorázunk, ebédre mákos rétes volt. November másodika. Elhatároztam, hogy ezentúl fontosabb dolgaimat titkos írással írom. Minden betű helyett az ABC-ben az utána következő második betűt írom. OC, DGFC, EK, HKBK, MCDRN. vagy esetleg fordítva írom a szavakat. Matpak, Lótápap, Totnirof, Aráinél, Ed, Mettötlökle. Ma olvastam Jókaitól szerelem komédiásai. Gyönyörű szép. Grandkapitán gyermekeibe az emberevőknél tartok. Elég érdekes. Holnap önképzőköri ülés lesz. Beneveztem szavalásra, esetleg pályázom az értekezésre is. Ma nagyon röhögtünk. Prém azt mondta, hogy micsoda marhaságot olvasok én, mi alatt ő magyaráz, mire kivittem, mire kiderült, hogy az ő könyve volt, amit ő írt. amból jól állok, de még javítani fogok. Karácsonyig magyarból egyfelesre állok, dolgozat kétharmad, de még lesz egy iskolai dolgozat. Nagyon kíváncsi vagyok a bizonyítványomra. December 6-a Uránia. A Jégvilág című darabot adták, jó volt a fűrészes hal. Csináltunk dobtapsot, mire az igazgató lekiabált a páholyból, hogy az egész iskolát hazakergeti, nagyon röhögtünk gárdossal. Minden kép után állathangot utánoztunk, és mondtuk, nagyon szép, nagyon szép! És minden képnél olyan hangosan álmélkodtunk, hogy milyen gyönyörű, hogy a felolvasó egész büszke volt, és minden kép után úgy nézett szét, mintha ő festette volna. Kibettem a könyvtárból Servadac Hektort. Este olvasok majd. Délután bent voltam a plébánia kertben, és eperfa levelet szedtem a hernyóknak. Ja, igaz, megölték a kínai császárt, nagy forradalom lesz. Nem férnek a bőrökbe ezek a kínaiak. Mostan az udvariba ülök, holnap nem lesz suli. Átnéztem a történelmet, és megcsináltam az ábrázolót, kúp lefordítása az első kúpsíkba, jó nehéz volt. FEBRUÁR 14-E Ma beírtak az osztálykönyvbe, mert a jákó rám fogta, hogy a manzsettámra írtam a puskát, pedig nem is természetrajzból írtam, hanem németből. Annyi baj legyen, majd megkérem az osztályfőnököt, hogy húzzon ki. Ma Shakespeare-től olvastam Hamletet, igen jó tragédia a nagy brit költő tollából. Ma egész nap olyan szomorú voltam, nem is tudtam etetni a hernyókat. Tulajdonképpen miért is él az ember? Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, mint ahogy Shakespeare mondja Hamletben. Arra gondoltam, hogy milyen kár az ifjúságért, mely elmúlik, és hogy én már soha se leszek olyan vidám és elégedett, mint a harmadikban. Hiába, az élet nem olyan víg dolog. De hagyjuk. Lóguk a szeren Lógok a szeren. Azt, hogy az izmaim még fejletlenek, mellem is szűkecske, azt én jól tudom, de nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak homályosan sejtem, borzongva gondolok rá olyankor, mikor könnyedén simul rám a tornatrikó, és lábam gumicipősen szögdel a tornaterem csertőrmelékében. Igaz, Vlach 50 kilós súlyokat emelget, és Bányai Miklós megcsinálja nyújtón a nagy halált. De ő bennük ugye nyers erők dolgoznak csak, formátlan ösztönök, én bennem pedig az akarat lakozik. Bányai képtelen megérteni a szavoári geragozását, és laknak én csináltam meg az algebrai dolgozatot. Én másféle ember vagyok. Én értem a tudományokat, és egyelőre nem tudom megcsinálni a vállállást a korláton. De mi lesz, ha egyszer mégis megtanulom? Csodálatos lény jelenik meg ez esetben a világ színpadán. Tüneményes ember, akihez képest jókai, hősei, közönséges, tucat emberek. Képzeljétek el, hogy egy napon ilyenféle újságcikk jelenik meg a lapokban. Érthetetlen és nagyszerű előadás kápráztatta el tegnap a Vigadó dísztermében összegyűlt álmilkodó közönséget. Egy fiatalember, akiről eddig senki se tudott, itt az én nevem következik, jelent meg a dobogón, s az élet értelme másodfokú egyenletekben című előadásban tökéletes francia nyelven megoldotta a világnak rejtéjét, amin eddig hiába fáradoztak a legnagyobb elmék, s mindezt oly nagyszerű előadó művészettel, hogy a jelen volt világhírű színészek sírva tolongtak a dobogó felé, hogy kezet szoríthassanak az alig 16 éves zsenivel. De az ifjú szerényen és nyugodtan mosolygott csupán, és egy váratlan mozdulattal az asztalra ugorva kézállásba helyezkedett, majd három szaltó csinálva a megdöbbent közönség fölött, elkapta a feje fölött húzódó vasrudat, és azon szédítő halálforgásokat végezve átugrott a kilenc méternyire elhelyezett kájhára, de úgy, hogy kézállásba maradt azért, és előbbi előadását ebben a helyzetben folytatta, nyugodt és behízelgő modorban, végleg megoldva a nagyszerű problémát. Lógok a szeren. Ti ezen csodálkoztok, mert nem tudjátok elképzelni, hogy lehet ember, aki mindenben egyformán tökéletes ti öregek és konzervatívok vagytok, és azt hiszitek, hogy a világ ezentúl is csak olyan lesz, mint eddig, és elfelejtitek, hogy egyszer eljön majd az érettségi. Ti nem tudjátok például elképzelni, hogy lehet majd esetleg egy miniszterelnök, a nevét szerénységem tiltja megsejtetni Beletek. aki egy napon, miután szenftelen és nyugodt hangon bejelentette az országgyűlésnek, hogy néhány jól megfontolt diplomáciai művelettel, amikről eddig nem akart beszélni, mert nem a szavak embere, siker Angliát, mint egyszerű gyarmatot Magyarországhoz csatolni, és ezt ezennel tudatja a tisztelt házzal, mondom, miután ezt szemtelen és hideg hangon előadta, nem törődve az ordító és újjongó képviselőkkel, akik vállukra akarják emelni, hirtelen bívo állásba helyezkedik, és egy szédítő, eddig ismeretlen jiu-jitsu fogással ott a miniszterelnöki emelvényen két vállára fekteti azt az ausztráliai világbirkózó bajnokot, akit az angol ellenzék orvul elhelyezett az emelvény belsejében, hogy a legnagyobb európai férfit megölje. Ti nem tudjátok elképzelni, hogy valaki délelőtt, mint fő akadémikus előadást tart az egyetemi tanároknak, délután pedig megnyeri a hátúszás és függeszkedés világbajnokságát, mellesleg a rúdugrásét is esetleg, hogy aztán este az ámuló közönség előtt hajlongjon, mely a Nemzeti Színházban ugyanezen ifjú drámájának 500. előadását tapsolja orkángyanánt. Ez a rendkívüli ifjú nem azért találta fel a holdba repülőgépet, mintha nem tudná megkeresni a kenyerét laufmétával is, melyben virtuóz. Ez a rendkívüli férfi időnként hanyag mozdulattal rúg be 32 gólt az FTC vagy a Mac kapujába, mely csapatok együttes erővel sem bírnak vele, aki egyedül áll ki ellenök. Lógok a szeren. Na, jó, jó, egyelőre még persze egy kicsit gyakorolni kell magamat. A lélek jól lehet kész, de a test erőtlen, és a szereket nagyon ravasz emberek találták ki. Síkos a pózna, és pontos megfigyelések alapján állíthatom, hogy fölül a vége felé lényegesen nehezebben mászható, mint eleinte. Holott a felületes szemlélő azt hihetné, hogy mindenütt egyformán vastag és egyformán síkos. Azon kívül az a disznó Bauer mindig a vékonyabb póznához ugrik, és rámadja a vastagot. A negyedik, ötödik fogás után egészen más az ember világnézete, mint odalent volt, s egyszerre világosan látom, milyen gyermekes hiúság volna nagy szerencsétlenségnek tekinteni, hogy Bauer előbb lesz fönt, mint én. Nem kell a dolgokat elhamarkodni. Lám vannak hebehúrgyai, szeles emberek, akik magasugrásnál nekirogaszkodnak, nagy fungot vesznek, rádobbantanak az ugródeszkára, földobják magukat és gyakran levelik a mércét. Én nem áltatom magam hiú reményekkel. Eleinte persze, Istenem, az ember fiatal és tüzes. Én is bízom a jövőben. Sas szemekkel mérem a távolságot, meg a mérce magasságát. Apró léptekkel kezdem, nekilódulok, s már látom magam repülve lebegni a mérce fölött. De az utolsó pillanatban bölcs rezignáció fog el, közvetlen a mérce előtt. Micsoda ostobosság gondolom, és szerényen, mint egy ibolya, lehajtott fejjel bújok át alatta, olyan ember szelíd és megadó modorában, akinek de ágában se volt ugorni, csak egy kicsit sétálni akart. Lógok a szeren. Utóvégre, ha meggondoljuk, tulajdonképpen micsoda marhaság az egész. Ez az egész intézmény, melyben minden arra megy ki, hogy az emberi testrészek közül lehetőleg egy se maradjon azon a helyen, ahová az Isten teremtette, hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el, amelyre az illető testrész soha életében nem számított. Két lábam a levegőben kalimpál, térdem kifordul, csuklom becsuklik, hajam a szemembe lúg, s a vér a fejembe tolul. A padló felszalad a plaforra, és tótágast állanak a falak s ehhez az undorító és lehetetlen állapothoz még kilógó nyelvvel keresem az egyensúlyt, és próbálom áthúzni hasamat a vékony vasrúd mögött, teljes bizonytalanságban a fölött, vajon a föld vagy a csillagos ég felé közeledeme, ehhez az állapothoz valaki, egy vad külsejű férfi állandóan bömböl valamit felém. Homoríts, homoríts! Ezt bömböli, s az én vérbe borult értelmem távolról sejti csak, mit ért ez alatt a szó alatt. Valamit ki kell feszíteni, égen, valamit behajt és valamit kiegyenesíteni. De, hogy mi legyen az, láb, derék, csípő, s ha azt már tudom, vajon melyik irányban keresendő az illető testrész? Mindenre ugye nem kívánhatjátok, hogy válaszoljak ilyen állapotban rúgok egyet, előre vagy hátra, mindegy. Kinyitom a szájamat, a szemembe csukom, undorral és kétségbeesve esve eleresztem kezemmel a szert, és hátam nagyot nyekken a vastag szőnyegen. Hála Istennek, nevethettek már. Az ördög vigye az egész torna ünnepét, a benevezést, az első díjat. Majom lesz, aki megnyeri. A víztanács. Távol áll tőlem, hogy arrogáljam magamnak, mintha a most bekövetkezett nagy eseményeket anticipáltam volna. Jelen tanulmányomnak egyszerűen csak az a célja, hogy rávilágítson bizonyos eseményekre, melyeknek már 1898-ban nagyjából szemlélő tanúja és nébikép szerényen cselekvő szereplője voltam. Nem tudom, mekkora jelentősége lehet feljegyzéseimnek a világháború oknyomozó történetében, a magam részéről nem békülhetnék ki lelkiismeretemmel, ha akár óvatosságból, akár szerénységből elhallgatnék olyan adalékokat, melyeknek véletlenül jutottam birtokába, de amelyeknek történelmi jelentősége talán nagyobb, sem hogy közlésüket mellőzhetném azzal az önmegnyugtatással, hogy én ezzel a jelentőséggel nem vagyok teljesen tisztában. Nyilvánosságra bocsátom hát azt, amit a dologról tudok, minden reflexió vagy kritika nélkül, talán lazán és rendszertelenül, de őszintén nevekkel és évszámokkal. A többit, hogy adatai mennyiben magyarázzák a ma eseményeit, és mennyiben vetnek rájuk világosságot, ennek megítélését azokra bízom, akik többet értenek ehhez, a politikusokra és történelemírókra. Igyekszem röviden és szárazon ragaszkodni a tényekhez. Én a rogyákkal már 1898. szeptemberében ismerkedtem meg. Szorosabbá ez a nexus azonban csak novemberben lett, mikor én bizonyos administratív körülmények folytán, melyek itt nem bírnak fontossággal, a hatodik padba kerültem jobbról negyediknek. Hátam mögött, de inkább balra, zsemje tivadar és a rogyák előtt szinger. Ennek, mint látni fogjuk, fontos jelentősége van az egész dologban. A lényeges mégis az, hogy én már novemberben olyan belső viszonyban voltam rogyákkal, hogy már akkor egész bizalmasan beszélt nekem politikai állásfoglalásáról, anélkül, hogy ebben az időben sejthettem volna valamit ennek az érdekes embernek a programjából. Elhatározó eseményeknek kellett közbejönniök, hogy világossá váljon előttem, miszerint itt nem egyszerűen meggyőződésről vagy felfogásról van szó, hanem nyílt programról és radikális tervről. Erről az elhatározó eseményről én november végén értesültem. Rogyákot egy reggel izgatott és heves beszélgetésben találtam Zingerrel. Áthajolt a pad fölött, élénk taglejtésekkel suttogtak. Zinger igen komolynak látszott, keveset beszélt, de éreztem, hogy döntő fontosságú kijelentéseket tesz. Érkezésemre hirtelen elhallgattak. Ez a bizalmatlanság nem sértett, mert ekkor még nem voltam annyira beavatva a dolgokba később is óvatosak voltak velem szemben, hogy érdemlegesen részt vehettem volna a társalgásban. Tíz percben a folyosón találkoztam rogyákkal. Ez alkalommal tapintatosan néhány kérdést intéztem hozzá. Láthatóan zavarba jött és kitérő választ adott. Zinger már valamivel közlékenyebb volt. Megtudtam, hogy a rogyák zsemje ügy, mely már régóta válsággal fenyegetett, ma reggel olyan fordulatot vett, amit már nem lehet tisztán diplomáciai úton elintézni arról régebben tudtam, hogy a rogyák és zsemje tivadar között áthidalhatatlan elvi ellentétek állanak fenn. Rogyák, mint a radikális program pártfőnöke, zsemjét pániasz aspirációkkal vádolta. Tudni való, hogy abban az időben a jasszok valóságos rémuralmat csináltak a Józsefvárosban, és messzeható befolyásuk már a Rigó utcában is éreztette hatását. Arról suttogtak néhányan, hogy kémeik közénk furakodtak, beiratkoztak az ötödik, hatodik osztályba, mintha igazi tanulók volnának. Zsemjeti vadar nyíltan tagadta, mintha a jasszokkal bármiféle politikai vonatkozásban állana, esetleges jassz ismeretségei pusztán magántermészetűek, és nem sértik a Rigó utca vitális érdekeit. Ezzel szemben a rogyák néhány a tíz percben nagyon is érthető allúziókkal figyelmeztette zsemjét az ebbféle titkos fondorlatok veszélyeire. A viszony egyre kényesebbé vált közöttük. Ma reggel aztán váratlanul, látszólag indiferens kérdésben éles összeszólalkozás volt kettejük közt az osztályban ez alkalommal zsemjeti vadar indulatában megfeledkezve az elővigyázatról, azzal fenyegette meg rogyákot és párt híveit, hogy hat órakor hazamenet dorongokkal felfegyverkezett jasszok támadják meg az osztályt. Később, belátván elhamarkodott kijelentésének rendkívüli fontosságát, igyekezett visszaszívni a dolgot, és azt állította, hogy neki ebben a dologban semmi szerepe nincsen. Hitelesen nem tud semmit az egészről, és neki is csak úgy mondták. Rogyák, ezt már nem vette tudomásul. Azonnal megszüntette semmilyen tivadarral a tárgyalást, és zingerrel visszavonult tanácskozni. Így álltak a dolgok délelőtt 11 órakor. A helyzet képét töredékes megjegyzésekből rekonstruáltam, zinger és rogyák a nehéz órák felelősségét érezve csak a legnagyobb tartózkodással beszéltek a helyzetről. Még tizenegy előtt óra alatt a padonát küldött márkóni lögdösést kaptam zsemjétől, melyben becsületisten terhe alatt felszólított, hogy óra után várjon meg a kapunál rendkívüli fontosságú közlései vannak a számomra. Bár akkor még nem értettem annyira a helyzetet, hogy beláthattam volna európai következményeit egy esetleges összeütközésnek, mely a Jasszok és a Rigó utca közötti diplomáciai viszony beállítaná, ösztönszerűen éreztem, hogy ebben a kérdésben rogyákék mellé kell állanom, és Zsemjeti vadar felszólítására, hogy tárgyaljak vele kitérő választottam. Rogyák, aki tanúja volt lojális viselkedésemnek, nem szólt, de éreztem, hogy bennem való bizalma nagyban megerősödött. Azzal az udvarias, de rövid komolysággal, amit azóta se tapasztaltam államférfiúban, tudtomra adta utóbb, hogy ha nincs kifogásom ellen, 12-kor szívesen lát a Mária Terézia téren, ahol Zingerrel vésztanácsi előharcban, így fejezte ki magát, megbeszélik a teendőket. Dobogó szívvel jelentem meg a megjelölt időben és helyen. A nagy dolgok, melyeknek így gyújtópontjába kerültem, remegő és büszke izgalommal töltöttek el. Ezt az izgalmat azonban palástolni igyekeztem, látva azt a komoly, majdnem gúnyos nyugalmat, amivel ez a két nagy szabású férfiú megbeszélte az óriási horderejű teendőket. Bár nem fogtam fel egészen az összefüggéseket, igyekeztem utánozni az ő fölényes, határozott modorukat, titokban szégyelve, de be nem valva, hogy a szakkifejezéseket nem mindig értettem meg. Zinger az általános helyzet vázolásával kezdte. Zsemje Tivadar mai kijelentése oda következtetni, hogy a jasszok árulást követtek el. Az árulás szó igen gyakran fordult elő ezen a haditanácson, és így a Rigó utca epercben vészbaj viszonyba került részint Zsemje Tivadarral, részint azokkal a jasszokkal, akik már tanév elején titokban fenyegetőztek, hogy a B osztályt föld alatti pisztolyokkal megtámadják. Ezt tovább nem lehet tűrni, ha csak nem akarjuk, hogy egy napon a késekkel felfegyverzett jasszok este a sötétben fejbőrünket levágják. A válságos helyzetért zsemje felelős, e pontban haladéktalanul intézkedni kell. Zinger szavaira rogyák azzal a hanyag nyugalommal, mely valósággal megborzongatott, kijelentette, hogy ő hajlandó zsemje vész párbajt vívni, meghívott törzsfőnökök előtt, persze csak angolul ehhez ragaszkodott, és ahhoz is, hogy zsemjét előzőleg két vészhadnagy vizsgálja meg, hogy nem rejtekete páncélt, ami ugye árulás volna. Zinger bólintott, és könnyedén megjegyezte, hogy az árulásra ő már régen készült, s tekintve, hogy atyának a bakonyban óriási föld alatti vastelepei vannak, már is intézkedett, hogy 8000 vízhatlan páncélt készítsenek, amit a trikó alatt lehet hordani, anélkül, hogy bárki is észrevenné. A munkások hónapok óta serényen dolgoznak, s a napokban megérkezik az első szállítmány, mint egy háromezer darab. Ha a jasszok árulás révén megtudtak volna valamit a dologról, és ők is szereznének valahonnan páncélt, arra az esetre néhány száz vasruhát is csináltatott vascipőket, vasnadrágot és teljes vastrikót. A vészpárbajhoz különben ő is hozzájárult, azzal a megszorítással, hogy a vészhadnagyok helyett inkább farmereket kellene hívni, ezekben jobban meg lehet bízni. Abban az időben kicsit félénk voltam, s így sokáig nem mertem megszólalni. Éreztem azonban, hogy tekintélyem így nagyon alászál, s így zavartan és pirulva én is megszólaltam, s felvetettem a kérdést, vajon nem volna -e jobb, ha zsemjet, ivadart egyszerűen lefejeztetnénk. Hiszen ha kimondjuk, hogy tényleg árulás történt, ennek nem volna semmi akadálya. Bár nem mutatták, magam is meglepetve éreztem, hogy indítványom meglepte a vésztanácsot. Zinger hosszabb beszédben válaszolt, melyben kifejtette, hogy az ötlet magában nem volna rossz, csak az a baj, hogy hadüzenet nélkül az ilyesmit nem lehet megcsinálni, mert hiszen ez a következő kifejezést sokáig kereste, mert hiszen ez kelepce volna. Rudyák azonnal hozzájárult ehhez a felfogáshoz. Hevesen magyarázni kezdte, hogy jellembecsület szempontjából hadüzenet nélkül képtelenség kelepcét indítani, így mondta. Ennek megvan a maga módja. Különben a kelepce nagyon kényes dolog. Ehhez külön megállapodás kell, és sok feltétel, amit mind tisztázni kellene, és e pillanatban nem tudja egészen biztosan, vajon jasszokkal szemben jogosult-e a kelepce. Ezt még bővebben meg kellene beszélni barátjával, a hadvezérrel, akivel esténként találkozni szokott, és aki nehéz háborús kérdésekben az ő tanácsadója nehogy azonban közben ismét elrontson mindent az árulás, azt ajánlja, hogy kelepce helyett indítsunk csatát, mégpedig haladéktalanul. Zinger ehhez hozzájárult. Most már csak a formai kérdések voltak hátra, elsősorban persze a zászló. Zinger megígérte, hogy másnapra behozza a zászlót a hozzávaló bélyegzővel, amit az ő atya már régebben megcsináltatott, és eddig az íróasztalon tartogatott, várva, még szükség lesz rá rogyáknak itt újabb nehézség ötlött eszébe. – Honnan szerezzük a prédát? – kérdezte. – Hiszen prédanélkül hozzá se kezdhetünk a csatához, hogy így fejezze ki magát. Zinger egy pillanatra zavarba jött. Ekkor megint megszólaltam, és azt ajánlottam, hogy a prédát talán gyűjtés útján lehetne beszerezni. Mindjárt megbántam elhamarkodott közbeszólásomat, mert mind a ketten hirtelen elhallgattak, összenéztek és gúnyosan elmosolyodtak. Megint elpirultam, és zavartan dadoktam valamit, hogy hiszen nem úgy értem, mire rogyák atyásan magyarázó, fölényes jó indulattal fölvilágosított, hogy a prédát nem lehet gyűjteni, mert hiszen az egy vérengző állat, és a csatába két rendőr szokta vinni láncon, a sereg előtt, közvetlenül a zászló mellett. Ebben állapodtunk meg. A tanácskozás után rogyák vészes vett tőlünk, hogy nem követünk el árulást. Másnap kilenc órakor meginterpelláltam Rogyákot, hogyan állunk a háborúval. Azt felelte, hogy Zinger nem kapta meg a páncélokat, mert a hajó, amely Bakonyból hozza a holmit zátonyra futott. Később közölte velem, hogy az egész dolgot el kell halasztani bizonytalan időre, mert karácsony előtt, míg meg nem tudjuk, hogy leszünk az okiratokkal, az egész dolog nem tényvalóság. Biztosított azonban, hogy az előkészületek minden irányban folynak. A mozgalom egyre terjed, hogy az ászló igenis megvan már, és hogy egész Amerika tud már a dologról. Kaliforniával való szövetségünk már biztos, és csak az alkalmas időt várja, hogy egészen csendben és szerényen, anélkül, hogy valaki észrevenné, megindítsa a világcsatát. Ennyi az, amit az 1898. vésztanácsról tudok. Hosszú ideig nem foglalkoztam a dologgal, 1899-ben a reáliskola első osztályába iratkoztam, és évekig egyéb tanulmányok foglaltak le. El nagy események juttatták eszembe mindazt, amit megírtam. Az összefüggések felismerését ismétlem azokra bízom, akik erre nálam hivatottabbak. hazudok. Kezdetben voltak a betűk, és én így szóltam. Úr ír. Az úr, akiről itt szó volt, magas ember volt, fején fényes cilinderrel, hogy miről és mit ír, arról kevés sejtelmem volt, de éppen azért izgatott ez a kérdés. Egyik barátomtól megkérdeztem, de az kitérő választ adott. Egy másik barátom engem kérdezett, hogy mi hol lakunk. Az utcát nem tudtam pontosan megmondani, de biztosítottam, hogy Pesten az a legelőkelőbb utca. További kérdésekre kisé zárkózottan, mint olyan ember, aki magánügyeiről nem szívesen nyilatkozik, de rövidségéhez képest elég plastikus válaszban elmondtam neki, hogy mi csak néhány éve lakunk itt, azelőtt a bakonyban bírlaltunk szerény kastélyt a hozzávaló ménessel és két vigvammal. Megvoltam róla győződve, hogy a barátom nem tudja, mi az a vígvam, és bosszantott, hogy nem kérdezi, tehát úgy tesz, mintha tudná. Barátom azonban nem kérdezte, sőt, a saját dolgaira tért és elmondta, hogy náluk vettek egy fürdőkádat. Könnyedén bólintottam és megjegyeztem, hogy nálunk van már ugyan négy kád, egy az ebédlőben, egy az írószobában és kettő a vigvamban, de tudomásom szerint most vesznek a hozzám tartozók még ötöt melyek közül kettőre rácsavarható laterna magikát szereltek fel, és egy kis gépet, amelynek segítségével a fürdőkád magától mozog, mikor benne ülök, sétál, forog, sőt, egy kicsit, egy egész picikét fel is tud emelkedni a levegőbe. Arra a figyelmeztetésre, hogy hiszen a vigvamok bakonyi kastélyunkban vannak, és nem itt Pesten, megmagyaráztam, hogy itteni lakásunk csak ideiglenes, és hogy a kastélyt most alakítják át amerikai rendszerűvé. Megjegyeztem, hogy e célból évekig tanulmányoztam Amerikát, mert apám engem bízott meg ezzel a jelentéktelen dologgal. Egy kicsi, de tartós gőzhajót bocsátott rendelkezésemre, akkor az egész, mint ez a pad, de nekem igazán nem kellett nagyobb. Fő, hogy a vitorlát deréggépen mindig jól hajtotta, és így néhány hónap alatt megtettem az utat. Őszintén bevallottam, mert nem szerettem a hazudozást, hogy a kis gőzhajó már nincsen meg. Egy gyárba adtuk, ahol mostan tágít egy kicsit. Ezután bizonyára abba hagytam volna a témát, mert akkoriban még nem voltam barátja a fecsegésnek, és dicsekedni se szerettem. De hát mit tehettem? A barátom kíváncsiskodott, és tudni óhajtotta, milyen rangon volt a hajón. Mosolyognom kellett ezen a naívságon, és tartózkodó, de nem barátságtalan leereszkedéssel megmagyaráztam neki, hogy ezen a hajón nincsenek rangok, és ilyenre én nem is reflektáltam. Különben pedig egy régebbi tengerészutam alkalmából, amiről most nem akarok beszélni, megkaptam a másodt tábornoki kinevezést és címert, és én teljesen megvoltam elégedve ezzel. Barátomat érdekelte, hogy rablókkal nem találkoztam-e abban az időben. Jó lelkűen megmagyaráztam, hogy a tengeri rablók csak vitorláshajókat támadnak meg, s ha e fajta kalandokban volt némi szerény szerepem, az csak szárazföldi rablókkal és gyilkosokkal kapcsolatban történhetett, akiket apámmal együtt hajtottunk a bakonyi rengetegben. A felidézett emlékek hatása alatt elmondtam egyik érdekes hajtásunkat, mikor tizenkét rablót és négy gyilkost hajtottunk almás pejkón, akik fáramáztak előlünk. Mire apám addig rázta a fát, még négy rabló, és ha jól emlékszem, egy gyilkos leesett. Ezek közül hármat otthon megszelídítettünk, és a kisebb házi munkák elvégzésére szoktattunk. Láttam, hogy barátomat meglepik az apámról mondottak. Megkértem tehát ne szóljon senkinek ezekről a dolgokról, mert nem szeretem, ha kérdezősködésekkel zaklatnak. Apám valamikor megállított két lokomotívot félkézzel, és emiatt most nagyon nehéz a helyzetünk. Kiderült ugyanis, hogy a lokomotívok az ellenségé voltak, és emiatt apámnak sok baja volt az ellenséggel. Ha megígérné, mármint a barátom, hogy igazán nem említi senkinek ezt a dolgot, akkor titoktartásra közölném bele, hogy a király saját maga volt kénytelen beleavatkozni az ügyekbe. Egy reggel személyesen megjelent Bakonyi kastélyunkban, még egyszer figyelmeztetem, ne említsen erről semmit, mert súlyos politikai következményei lehetnek, ha valaki megtudja. Szóval, ha igazán érdekték ilyen jelentéktelen dolgok, amik nekén kevés fontosságot tulajdonítok, megjelent a király, és igen, kérte apámat, ne ingerelné az ellenséget. Apám becsületére hivatkozott, de aztán megegyeztek valamiben, azt én nem tudhatom, hogy miben, mert engem nem vontak bele a tanácskozásba. Különben pedig a fagylaltos gépekre kellett felügyelnem, mert akkor egész nap fagylalta tettünk. Nem úgy említem ezt, mint kivételes dolgot, mert őszintén szólva, mi reggelire fagylaltot és csokoládét szoktunk enni, de akkor délben is fagylalt volt. Barátom figyelmesen hallgatott végig, és egy üveget mutatott, amivel a betűket nagyobbnak lehetett látni. Mosolyogva jegyeztem meg, hogy ismerem ezt a szerszámot, hiszen nekünk otthon van egy há... Három méter nagy darab belőle, amibe, ha belenéz az ember, egy betűt akkorának lát, mint egy kisebb ház. Ezzel az üveggel mi gyakran nézzük a csillagokat. Ó, igen, nagyon helyes kérdés. A mars csillagot is szoktuk vele nézni. Hogy mekkorának látjuk? Na, nem nagynak, akkorának talán, mint az Erzsébet tér. De viszont nagyon tisztán és világosan meg tudjuk különböztetni az egyes tárgyakat. Ó, igen, elég érdekes dolgok, amiket látunk. A marson főleg hangyák vannak, de akkora mindegyik, mint nálunk egy ember. Páncélos hangyák vannak, és a repülő hangyák, és mondhatom, jelenleg éppen nagy a mozgalom. Tudni kell ugyanis, hogy kétféle hangya van a marson, vörös hangyák és fekete hangyák, és ezek éppen háborúban vannak egymással. A részleteket aznap nem mondhattam el a barátomnak, de hazafelé útközben összeszedtem gondolataimat a vörös és fekete hangyákkal kapcsolatban, hogy másnap, ha megint szóba kerül ez a dolog, helyes válaszokat adhassak tudni vágyó barátomnak. Másnap, mikor barátom megint előhozakodott az üveggel, már örömmel értesíthettem őt, hogy az előtte való este direkte az ő kedvéért behatóan tanulmányoztam a hangyaháborút jó teleszkópom segítségével. A vörös hangyák hadállása most elég jó, mondtam. Egy nagy hegy mögött helyezkedtek el, és készülnek átkelni a folyón zárt sorokban a vörös király vezetése alatt, aki 800 millió vörös hangyát vezényel érdeklődésére megígértem, hogy holnapra áttanulmányozom a fekete hangyák hadállását is, és bővebben referálok a fekete hangya királyról, aki már most is rokon szenves nekem, mert halált megvető bátorsággal védte magát egy hegyszorosban, ahol gondolkodva sétált éppen, midőn egy barlangból vörös hangya ugrott elő, és kardját lobogtatva rátámadott. Hazamenet főleg a fekete hangya királlyal foglalkoztam, a vörös hangyával szemben tanúsított viselkedése mondhatatlanul meghatott engem is. Éreztem, hogy ilyen viselkedéshez nem csak roppant testi erő és bátorság kell, de őszintén szólva olyan lelki ismeretesség, mely a gonosz és áruló támadásokkal szemben épp oly kérlelhetetlen szigort vált ki egy királyból, mint ahogy jóvá és könyörületessé hangolja őt saját népével, az özvegyekkel és árvákkal és más védtelenekkel szemben. Biztos voltam benne, hogy a fekete hangyakirály előbb utóbb győzni fog, de barátomnak ezt nem mondtam meg. Tudtam, hogy a fekete király fölényes győzelme csak akkor hat rá teljes erővel, ha előbb végig kíséri a megpróbáltatások egész kalváriáján közöltem hát vele, hogy a vörös és fekete hangyák között kitört háború egy óriási mű anyagát képezi. Ez a mű egy akkora könyvben van leírva, mint ez a ház. Ennek a könyvnek a lapjait gépek hajtják, és az ember egy hídon állva olvassa a lapokat. Egy lap akkora, hogy a felére rá lehet írni az egész Robinsont. A hangyák háborúja 4200 lap hosszú lesz. És aznap hazamenet részleteket dolgoztam ki magamban, hogy másnapra kész legyen az anyagom. Két hangya összeveszél, hogy elárulja a fekete hangya királyt. Egy sötét völgyben találkoznak, és ének ívadján megtámadják a palotát. Szerencsére a hangya királyné ébren van, és figyelmezteti férjét. Azonnal fellármázzák a tábort, két fő hangya vezérlete alatt megindul a tenger felé. Erről a fekete kanyargó rajról beszéltem másnap, Távol a tengervize csillog a lemenő napfényében. Vadregényes hegyek és végtelen lapályok váltakoznak. Az erdők mélyében, fák között, bokrok árnyékában rejteznek és figyelnek a vörös hangyák. Órák kérdése, mikor törnek elő. A fekete raj komoran, bajós nyugalommal összenyűzökbe zúdul le a völgyre. Így lettem íróvá. Szerelem 14 éves koromban, augusztusban esténként a nyaraló előtt sétálgattam Horovecnéval, aki mellettünk lakott és megbarátkozott velem. Halvány, kék szemű gyerek voltam, és akkoriban tengerész akartam lenni. Horovecné férje három hétre elutazott, a fiatalasszony egészen egyedül volt. Fehér, pettyes, világos kék ruha volt rajta, szalaggal a derékon és bő ujjak. Az arca most már csak úgy van előttem, mint egy tojásdad, kicsit sárgás fehér folt, pár halvány és derengő vonallal alul. Egyebet alig látok belőle. De akkor nagyon jól ismertem, és néhány nap múlva nélkülözhetetlen alkatrésze lett annak a ködös, rejtelmes képnek, amit világról és jövőről festettem a szemeim elé. Különben azt hiszem szép volt, talán az ő szája körül láttam először azt a fölényes és öntudatos vonást, amit azóta minden asszonyi arcon keresek. Akkor magamban ezt a vonást okosságnak neveztem, mert még nem tudtam, mit jelent. Tizennégy éves voltam, és úgy volt, hogy kimegyek a tengerre nagyon messze, minél messzebb. Tulajdonképpen most már bevallhatom. Néhány év óta úgy kezdem érezni, hogy már nem igen lesz belőlem tengerész, Tulajdonképpen az északi sarkról volt szó, de erről nem beszéltem Horovecnének. Horovecné csak annyit tudott, hogy nagyon messzebb, minél messzebb. A folyamodványt megmutattam neki, amit az akadémiához intéztem, és röviden, néhány férfias és rideg szóban bázoltam neki a hajósinas életét, és hogy miként temetik el éjben és viharban, ha a villám lesújtja fönt az árpóc kosár tetején. Ha az embert szépen széthúzzák, spárgával összekötik a lábát, egy darab követ tesznek rá, aztán csupsz. Nem időztem sokat a tárgynál, éreztetve, hogy ezen már nem lehet segíteni kárbeszélni róla. Horovecnét nagy csádnak neveztem, bizonyos fáradt jó indulattal, melyben jelezve volt, hogy percre sem felejtem el a kettőnk közt fennálló kivételes viszonyt, és hogy cinizmusomon nem kell megdöbbennie. Olyan ember beszél, aki valamikor maga is tudott érezni, de az élet keményé és fásultá egyzette. Többnyire éles és szatirikus voltam. Paradoxonokban beszéltem, hol még gúnyos világításba helyezve minden kérdést és eszmét, amivel az emberiség valaha foglalkozott. Horovecné felelgetett. Egy-egy megjegyzésemre arcát csodálkozó és meglepett mosoly futotta be, és érdeklődve közelebb hajolt. Éreztem, hogy intelligenciám megdöbbenti, és elhallgattam. S ha tudnád, ki vagyok, gondoltam. Okos asszony, Okos szája van, mondottam magamban este a vánkoson, és egyszerre éreztem, hogy remegek. Közben zavarosan jöttek a rendes képek, végtelen vízlap csillagos ég mélyében. vízlap, mely távol a csillagok ígér. Repülőgépem a fehér vitorlás lassan készült a homályban. Szárnyait szétvetette és úszni kezdett. Most a plejádok csillagképéből vált ki kemény körvonala, két kezem ráfeszült a kormánylapátra és a gép feljebb sohant. A bolygók halvány korongja nagyobbodott. Különösen a Neptuné. Tudtam róla, hogy gomolygó ködökből áll, víz és száraz föld még nem vált szét, laza óriási tömegében és sűrű páráiban fantasztikus árnyak nyújtóznak. Messziről a nap egy derengő csillag, átrémlik a ködön. A föld pici, gombos tűnyi hunyorgás, mély boltozat távolában. és akkor először fogott el valami nehéz, idegen fájdalom, hogy oly messze van, oly messze, és megdöbbenve jutott eszembe az okos és erős száj, melyet ott hagytam. Szívem elszorult, és elhatároztam, hogy másnap a tengerről és a csillagokról beszélek majd Horovecnének, és hogy beavatom őt. És másnap este beszéltem a tengerről és a csillagokról. Valami szenvedő volt akkor az arcában. Künt a kertben már aludtak a nehéz barackfák, és egyszerre a fényben láttam, amint elmosolyodott. Ismeretlen érzés volt. Untatom? kérdeztem gőgösen. Dehogy, mondta melegen, és megkapta, és hirtelen megsimagatta a kezem. Csak valami eszembe jutott. Beszéljen, fricike, ez nagyon érdekes a naprendszerrel. Kinyújtottam a karom, és most úgy álltam ott a kerítés előtt. Az a sötét folt, tetszik látni, azt még nem ismerik. A többiről mindről tudják már álló csillage vagy naprendszer, de azon a sötét folton még eddig nem láttak csillagot soha. Egy luk, amin keresztül valami egészen ismeretlen sötétségben nézhetünk. De lesz majd egy gép. És egy végtelen évet írtam le a karommal. Lehanyatló kezem a mellét súrolta. Hirtelen elhallgattam. Elbúcsúzott és bement. A Veranda lombjai közt tűnt el a világos kék ruha. Kint a kertben a barackfák alatt sétálgattam, akkor zseberetett kezekkel sétálgattam és fügyöréztem. A kerítésen túl oly mély és onszínű volt a duna, csak néha szikrázott föl valahol. A malomablak a lélegzett a tompaságban, és egyhangúan zizegtek a csillagok. Tücsök és csillag, mindig együtt láttam és hallottam őket, és azt hittem, a csillagok zizegnek. Azt hiszem, most látott valamit belőlem, mondtam ünnepélyesen, és megnyugodtam. Kár, hogy az üstökösökről és az északi fényről már nem beszélhettem a kerítésre könyököltem, s arcomat, mely akkor lágy és finom és fejletlen volt még, arcomat odaszorítottam két léc közé. Aztán behívtak és lefeküdtem. Míg az ösvényem végig haladtam, olyan érzésem volt, mintha bársanyon járnék. Valami távoli és homályos dolog emelgetett föl a földről, és nem éreztem a testem súlyát. Ő szép, mondtam rémülten abban a pillanatban, amint a paplant fejemre húztam. Emlékszem, hogy ájulásszerű és szédítő mámor fogott el erre a szóra. Folyékony, hűs olajban úsztam. A tejút volt az, amiről annyit beszéltem. A tiszta és csillagos égen hömpölyögtem keresztül, folytam lefelé. Egy óra múlva minden átmenet nélkül, és egészen váratlanul a következő képet láttam. Horovec nével állunk a Dunaparton a malom előtt. Az asszony előre hajlik, és egyszerre halkan, egy hajlékony és lágy mozdulattal, mintha csak jobban ki akarná nyújtani magát, belefordul a vízbe. Utána vetem magam, és derékon kapom el. Egy ideig egymás körül forgat a víz. Aztán földet érek. Kiugrom, és magam után vonszolom. Szemei be vannak csukva, a szája félig nyitva, csak felső fogsorát láthatom a vállamra dobom fel, úgy, hogy feje és két keze hátul lóg. A két vizes térde nehezen rátapad a derekamra. A langyos víz lábszáramon csorog végig. Borzasztó nehéz, nem bírom tovább. Lihegve szándékosan megbotlom és összeroskodok. Ruhája most arcomba gyűrődik, fuldoklom. Rugdalózom, hogy kikeveredjek, mindig szorosabban tapad rám a vizes ruha, és hörögve hallgatok el. Ez a kép nagyon megrémített, és majd elájultam a szégyenkezéstől, amint hirtelen eszembe jutott, hogy mit szólna Horobecné, ha tudná ezt a gondolatom. Valami képtelennek és írtózatosnak tűnt, csak gondolni is erre. Próbáltam komikusnak és furcsának találni, nevetni rajta, de nem ment. Szívem akadozva dobogott, és Horovecné arca egyszerre oly fájdalmasan, oly távolian, oly titkosan tűnt fel a homályból, hogy pillanatra minden tagomba zsibbadás feküdt. A szemrehányás és kétségbeesés majd megfojtott. Undort éreztem magam iránt, és mélységes megvetést. Elviselhetetlen volt. Egyszerre ellenállhatatlan kényszerben jelentkezett az érzés, hogy horobecnénak azonnal és haladéktalanul elégtételt kell adnom valami mély és gyötrelmesen édes megalázkodással, meg kell csókolnom a kezét vagy a ruháját, s így meg kell értetnem bele, hogy mi igaznak és szomorúnak, és végtelenül jónak tartom őt s hogy most azonnal meg kell tudnia, hogy rágondoltam, mikor a csillagokról beszéltem, s hogy nem, nem, nem vagyok cinikus, s hogy ő oly végtelen, mint a tejút, és hogy minden csodálatos, és hogy repülni fog ő is, mert nem hagyom itt a porban és szomorúságban. Igen, igen, mindezt meg kell tudnia. Hogy egészen őszinte és precíz legyek, e felindulásom nem egészen elvont érzelmi folyamat volt. Homályos remegéssel egy képet láttam magam előtt. Oly igazán és mélyen, tökéletesen sikerül majd beszélnem, így mondta ez az érzés, hogy Horovecné végre egészen átérzi a dolgok mélységét, s egy felszabaduló zokogás rohamában fejét karomra hajtja, és én lassan simogatom a haját. A következő percben kint voltam az udvaron. Lüszter kabátomat a lépcsőn gomboltam még be, átlopóckodtam a túlsó veranda felé. A Gesztenyefa alatt egyszerre megláttam a fényt. Az ő ablakuk ki volt világítva. A mellem úgy feszült, vissza akartam fordulni. Egyszerre kinyílt az ajtó, és a fénysávból a kék ruhát láttam kifordulni. Már akkor tudtam, hogy egyetlen szót se fogok szólni. Ki az? kérdezte riadtan, amint a sötétben meglátott. Fricike maga az? mondta újból is csöndben. Nem feleltem. Még a suhogást hallottam. Aztán ott állt mellettem egy meleg és puha tömeg. Kedves, hát maga még fent van, Mit csinál itt? Nem feleltem. Akkor először hallottam életemben asszony nevetést. Az arcomat csókolta meg, és fejemet pillanatra a melléhez szorította. Képzelje, fricike, megjött az uram, nem is vártam. Most átszaladok, borér. Egy percre egyedül maradtam. A kerítésen néztem keresztül, és megláttam a Vénusz csöndes korongját. Egész testemben csönd volt. Már jött is vissza. Na, jó cakát, fricike, pá! Sietett. Az ajtót becsukták. És akkor a sötétben halványan s derengve először bukkant fel megzavarodott szívemben egy távoli sejtés, hogy van valami a földön, ami fontosabb a csillagoknál, s a végtelennél, s kietlen kötfoltoknál a naprendszeren túl, és hogy a csillagok és a tenger talán valami nagyon buta dolog velem együtt. Még valamit mondani akartam. Éreztem, hogy még valamit mondani kell. A kivilágított ablak felé indultam. De abban a percben az ablak kihúnyt és elsötétült. Mi ez? mondtam és megálltam. Mi ez? ismételtem magamban dacosan és sürgetően. Mi ez? Mi ez? Mi ez? suttogtam utoljára oly halkan és oly fájdalmosan, mint az esteli szél, mely arcomba csapott, vacogva és dideregve. Mi ez? Mi történt? Mi ez? Mi történt veled, vékony csontú, gyerek, ki most úgy tágra nyitod a szemed? Mit állsz itt, legörbült szájjal, mint a vadember, ki villámcsapot villám csapott le, ismeretlen, félelmes és fenyegető gonoszság? No, jöjj, ne állj itt, mit állsz itt az ablak előtt? Na jöjj, fussunk, fussunk az országúton, vagy gyerünk ki a mezőre. Hallgass ide, beszélek hozzád, ne figyelj arra az ablakra ott, gyerünk innen. Azok rosszak, gonoszak és ostobák, hallod-e? Te jöjj, ne gondolj rájuk, no jöjj már, hiszen összeverődnek vékony kis térdeid, mit akarsz itt? Nézz a szemembe, nem ismersz, én ismerlek, és az egész lelked ismerem. Én szeretlek, és tudom ki vagy, te kis bolondom. Nem, nem, neked van igazad a csillagok és a tenger, ez az igaz, és ez a nagy és magasztos, de látod, ezek nem érdemlik. Másképpen fogjuk azt csinálni. No, jöjj már, ne hallgatózz. Ahhoz a szájhoz másképp kell beszélni, és én majd megtanítlak. És nem megyünk ki a tengerre, hallodé? -e? Azért sem megyünk. Ők nem érdemlik meg, hogy kimenjünk értük a tengerre. Ők nem érdemlik meg a csillagos eget, melybe szomjas kis arcot fölemelted. Látod-e, én ismerem ám őket, és mondok majd neked valamit. Látod-e, erre van szükség. Szükség, mert ők csak derékig állnak a csillagos égben, és az arcuk lefelé figyel, és nagyra nyitott szemekkel kint hagyott téged dideregni és vacogni a sötétben, az az arc, amit a plejádok csillagképébe belerajzoltál. De nyugodj meg, én jobban ismerem azt az arcot, és tudom, mit jelent. Tudom, mit jelent a gonosz, rossz és hitvány. No, jöjj, menjünk már innen. Látod az izmaimat? Már nem béznák és törékenyek, mint a tiéd. Erősnek és keserűnek kell lennem, hogy megbosszuljalak. A néninél Frédi megy az utcán, átmegy arra az oldalra, ahol a nap süt, hunyorog, visszafordul, Végre eszébe jut, hogy igen, igaz, csak mégis meg kell látogatni Stancinénit, akinek az ura meghalt, mert a mamája ma reggel is azt mondta neki az ágyból, Frédi, el kell menned Stancinénihez gondoleálni, ez mégse szép, hogy oda se szagolsz, pedig már két hete, hogy az ura meghalt. Frédi tehát Stancinénire gondol, és néma kétségbeesés fogja el. A ház előtt sétálgat lassan, és nem tudja elszánni magát magában gyötrődik. Ennyi, mit is kellene mondani a Stanci Kedves jó Stanci ennyi elég is lesz, és érzelmesen, mély szomorúsággal ránéz, ugye, nem is kell folytatni, csak mély szomorúsággal nézni, ami mindent kifejez. A bácsinak jobb így, odafent, a mennyországban. Frédi neki feszíti a képzeletét, hogy ebbe a gondolatba beleélje magát, és igyekszik meggyőződve lenni, hogy a bácsinak jobb odafönt. Ezzel a gondolattal nekilendül a lépcsőnek, csönget és kopog. Mielatt nyitják az ajtót, Frédi nagyot sóhajt, és a szája legörbül. Izgatott lesz és sebesen, erőlködve mondogatja magában. Szegény-szegény Stanci bácsi! erőlködve képzeli el maga elé Stanci bácsi alakját, hogy átérezze a részvét egész melegét, és Stanci bácsi arca végre tényleg meg is jelenik. Duzzadt, fényes orral, félig nyitott szájába mohóntól befelé egy zsíros barátfülét, és ketté harapja. A barát egy zsírcsepp legördül, és Stanci bácsi utána kap a szájával, de későn. A zsírcsepp lecsöppen a mellényére. Stanci bácsi kísértet arca csúnyán elfintorodik a kutya istenit, mondja Stanci bácsi, és Frédinek eszébe jut, hogy akkor hogy kitört belőle a hahota, mert ő egy perccel előtte látta már, hogy annak le kell csöppenni, annak a zsírnak, de Stanci bácsi tényleg nem láthatta, mert a saját fejét nem láthatja az ember. Ha -ha -ha. Nyitják az ajtót, és Frédi utolsó kétségbeesett esett erőködéssel gyötri magát, hogy Stanci bácsit fehéren, a halálos ágyon elgépzelje magának, feje körül az enyészet ciprus suhogásával. Nem megy. Frédi elszorult torokkal. – Hogy van, Stanci néni? – néni, feketében, hátrafésült hajjal, némi pomádészaggal, siránkozva beszél már három hetes télszerűen. – Hát eljöttél, Frédi! – Frédi kergeti magától dühösen a képet a Stanci bácsival és a barátfülével, hisz ez lehetetlen, ostoba dolog, nem megy! – és most minden olyan bután veszi ki magát. Miért mondta neki Stancinéni, hogy eljöttél, Frédi? Mintha nem látná, hát persze, hogy eljött. Na, na, nem jött el. És miért mondja ezt siránkozva? És még Stancinéni bevezeti őt, Frédi agyában hangosan és szemtelenül beszél valaki: félre csapott kalappal, mélyen meghajolva, a földig meghajolva, leveszi a kalapot a fejéről, igen, és egy márki mozdulatával eltartja magától, két ujjal fogva a kalapot, kecsesen, és így mondja. Asszonyom, kedves tancinéni, még nem jöttem el, de mindjárt itt leszek. Lent jövök az utcán, és sietek, hogy hamar itt legyek. Egyik szemével felfelé kocsint, és kis ujját begörbíti ez az alak a Frédi fejében. Frédi dühösen lögdösi magától a tolakodót, és Tanci bácsi apoteózisát igyekszik helyébe tolni, de az makacsul visszatér megint. A szobában bevonnak csukva paletták, és nehéz, dohos a levegő. Szemben az ajtóval hangosan és fontoskodva ketyeg az óra. Frédi agyán az a groteszk gyanú villan keresztül, hogy tulajdonképpen nem is szokott járni, alszik, mint egy öreg daxli. A homályos szobában, csak mikor valaki bejön, kezd el szorgalmasan és tüntetően ketyegni. Ráketyeg az emberre. Lüktet, zakatol, liheg és morog utána. Aztán mindjárt elhallgat megint. Stanci néni. Lassan és fájdalmasan ül le, mintha üvegből volna, és mindjárt összetörik, siránkozva. Ülj le, kérlek, ne, ne, oda, a hokedlére. Frédi most veszi észre, hogy zavarában rá akart ülni egy kalapra. A vér hirtelen fejébe szalad. Az a márki, aki az imént hajlongott, most kiegyenesedve hegyként szembenéz stancinérivel, és hangosan így szól, valóban asszonyom, nem óhajtottam a kalapjára ülni, mert ez esetben a kalapja úgy szétpukkant volna, mint egy kövér daxli. Tetszik érteni? Mint egy daxli. Frédi remegve és rémülten próbálja csitítani a márkit, érzi, hogy ebből nagy baj lesz a halánték lüktet. Stanci bácsi, szegény Stanci bácsi, hát meghalt, de neki jobb odafönt, mondogatja magában Frédi, és a saját halálára akar gondolni. Stanci néni, siránkozva. Nem voltál itt azóta? Frédi, most már beszélni kell, a hangja gyengén és hamisan meg az elfojtott ijegységtől, hogy mi lesz itt mindjárt, Szent Isten, mi lesz itt mindjárt. Egyelőre még jól jön ez a remegés, mert a szánalom és meghatottság hangjával külsőleg azonos és azt a benyomást kelti, de Szent Isten, mi lesz itt mindjárt, ha kiderül, hogy mi az oka? Nem jöhettem. Az egyetemen roppant el voltam foglalva, Isten, A márki, Frédi szeme előtt ugrál, most akkora, mint a hüvelykujja, ami szemtelenül bókol. Ja, persze, Stanci néni, el volt foglalva, le volt foglalva, föl volt foglalva, szépen volt lefoglalva, egy pecsét volt rajta, ilyen felírással, Kopf Alfred le van foglalva, még csak rövid ideig látható, tessék besétálni harmadik emelet pincén a bemenet. Frédi homlokán megdagadnak az erek, Stanci néni, siránkozva. Ma három hete és napja, hogy a megboldogultat átadtuk a földnek. Napja, napja, miért napja? Szent Isten, ezt nem lehet kitartani. Miért napja? Mi az, hogy napja? Frédi lesüti a szemét, és gyomra hullámzani kezd. Egészen behunja a szemét, hogy ne lássa a márkit, és elgyengülve könyörög neki, hogy csak most ne figyeljen ide, mert ez rosszabb a halánál. Hiába. A márki hangosan. Napja? Kinek a kedves napja? Az anyja meg az apja. Frédi elgyengülve. Ó, kedves tanci ha tudnám, mit éreztem, amikor... Elcsuklik, ő tudja, hogy miért. Stancinéni siránkozva. Még csütörtökön itt ült, így, ahogy veled ülök itt. Így ült szembe velem, és azt mondja, még írok valamit, stancikám, és még meg is írta azt a levelet, megírta, még alá is írta, még el is tettem. ide tettem az asztal fiába. suhogva feláll, és háttal fordul Frédinek. Frédi mereven nézi a hátát. A Márki. Az asztalfia nagyon kedves, szerény kis fiú volt. Minden nap szépen kezet csókolt ősz apjának az asztalnak, amely szülte őt. Stancinéni hozza a levelet és átadja Frédinek, siránkozva. Ezt a levelet írta még csütörtökön, így, ahogy te ülsz most itt, és másnap... Zsebkendő előkerül. Frédi átveszi a levelet és kegyeletesen fölébe hajol. A feje zúg, a szemei kápráznak, csillagokat lát, egy szót se ért az egészből. E percben újra megjelenik Stanci bácsi feje a barát fülével. Stancinéni. Így, ahogy te ülsz most, csendesen séránkozik. Egy hang az udvaron, éles és hangos. Na, maga randa! Püff! Frédi összeszorított kék szája szétrobban. A levél vizes rongy képében esik ki a földre. Frédi fölugrik, Stancinéni hanyatt esik. Frédik ki a szobából, le a lépcsőn, keresztül az utcákon, és torkából fájdalmas, rettentő bömbölésben harsog a fuldokló röhely, mindennek vége. Most jöjjön a halál és a megsemmisülés, és jöjjön a duna zöld vize, és jöjjön a koporsó, ahová begyömöszölik, és lenyomják, és eltemetik, és ahol a csöndben, és sötétben, és magányban végre, végre kinevetheti magát. Ha-ha-ha, ha, ha, ha. <Sz> Tanítom a kisfiamat. Ha a 9 kájhában 5 és fél nap alatt 12 köbméter bükfa égel, mennyi nap alatt égel 12 kájhában 9 köbméter bükfa? Ha a 9 kájhában az íróasztal előtt ülök, valami cikket olvasok. Nem tudok figyelni a másik szobából már 35 ször hallom a fenti mondatot. Mi a csuda van már azzal a bükfával? Muszáj kimenni. Gabi az asztal fölé görnyedve rágja a tollat. Úgy teszek, mintha valami más miatt mentem volna ki, fontoskodva keresgélek a könyvszekrényben. Gabi lopva rám néz, én összehúzom a szemem, mintha nagyon elvolnék foglalva gondjaimmal, és nem vennék tudomást róla. Érzem is, hogy erre gondol, közben görcsösen mondogatom magamban. Ha kilenc bükfa, tizenkét köbméter, akkor hány kájában, Ejnye, a csodába, hogy is van? Elmegyek előtte szórakozottan, megállok, mintha ebben a pillanatban vettem volna észre. Na, mi az kisfiam tanulgatunk? Gabi szája lefelé görbül. Apukám, mi az? Nem értem ezt a dolgot. Nem értem, Gabi. Hogy lehet ilyet mondani? Hát nem magyarázták el az iskolában. De igen, csak hogy... A torkomat köszörülöm, aztán már nyersen és ellenségesen. Mi az, amit nem értesz? Gabi mohón gyorsan és megkönnyebbülve már is hadarni kezdi, mint akinek nagy súlyt vettek le a válláról. Nézd, apukám, ha kilenc kájhában öt és fél nap alatt tizenkét köbméter bükfejégel, én dühösen papernapak, ne hadarj! Így nem lehet értelmesen gondolkodni. Tessék még egyszer nyugodtan és megfontoltan elmondani, majd akkor meg fogod érteni. Na, adj egy kis helyet. Gabi boldogan és fürgén húzódik. Ő azt hiszi, hogy én most nem tudom, hogy ő most vidáman rám bízta az egész dolgot. Ő nem tudja. Ő persze nem emlékszik ugyanerre a jelenetre, egy néhány évvel ezelőtt, mikor én húzódtam így félre, boldogan és megkönnyebbülve. És az apám ült le így mellém, ugyanezzel a bosszankodó és fontoskodó arccal, mint most én. És ami a legborzasztóbb még hozzá, ebben a pillanatban villan át rajtam, erről, ugyan erről a példáról volt szó akkor is. Úgy van, nincs kétség, a bükfa és a kája, szent Isten, pedig akkor már majdnem megértettem, csak elfelejtettem. Az egész húsz egy néhány éves korunk egy pillanat alatt a semmibe süllyed. Hogy is volt csak? Nézd, Gabi, mondom türelmesen. Az ember nem a szájával gondolkodik, hanem az eszével. Mi az, amit nem értesz? Hiszen ez olyan egyszerű és világos, mint a nap. Ezt az első elemista is megérti, ha egy pillanatig figyel. Nézd, fiam, ugye? Itt van az, hogy kilenc kájhában öt és fél nap alatt ennyi és ennyi bükfa ég el. Na, mit nem értesz ezen? Ezt értem, apukám. Csak azt nem tudom, hogy az első aránypár fordított, és a második egyenes, vagy az első egyenes, és a második fordított, vagy mind a kettő egyenes, vagy mind a kettő fordított. A fejbőröm a hajam tövében lassan hidegedni kezd. Mi a csodát fecsegez össze az aránypárokról? Mik lehetnek azok az átkozott aránypárok? Honnan lehetne ezt hirtelen megtudni? Most már hangosan szólok rá. Gabi, már megint hadarsz? Hogy akarod így megérteni? Az ember a szájával, ízé, mi az, hogy fordított, meg egyenes, meg egyenes, meg fordított, vagy a farra bászott nagy Gabi röhög, ráordítok. Ne röhögj, ezért tanítatlak, kínlódom beled! Ez azért van, mert nem figyelsz az iskolában, hiszen te azt se tudod... Hiszen te azt se tudod... Elképedve meredek rá, mintha egy szörnyű gyanú ébredt volna fel bennem. Hiszen te talán azt se tudod, hogy mi az az aránypár. hogy nem, apukám. Az aránypár, az aránypár, az aránypár az a két viszony, amelyben a belső tagok hányadosa, illetve a külső tagok szorzata összecsapom a kezem. Mondom, 14 éves kamasz, és nem tudja, mi az az aránypár. Gabi szája megint lefelé görbül. Hát mi? H Hogy mi? Na, megállt a csirkefogó. Most azonnal előveszed a könyvet, és 30-szor elmondod, mert különben. Gabi megszeppen belapozgat, aztán hadarni kezdi. Az aránypár azon mennyiség, melynek két beltagja úgy viszonylik két másik mennyiséghez, valamint igen, apukám, de melyik itt a két beltag a bükfatérfogata és a napok száma, vagy a kályhák száma és a bükfa térfogata? Már megint hadarsz, add ide azt a könyvet! És most rettentő komolyan kezdem. Ide néz, Gabi, ne légy már olyan ostoba, hiszen ez olyan világos, mint a nap. Na, nézd, milyen egyszerű. Na, ide figyelj, ugye? Azt mondja, hogy kilenc ennyi nap alatt, ennyi és ennyi bükfa. Tehát, ha ennyi és ennyi bükfa, kilenc nap alatt, akkor világos, ugye? Hogy tizenkét nap alatt, viszont nem ennyi és ennyi, hanem... Igen, apukám, eddig én is értem, de az aránypár. Dübe jövök. Ne fecsek bele így, nem értem, nem érted meg. Ide figyelj, ha kilenc nap alatt ennyi és ennyi, akkor tizenkét nap alatt mondjuk esetleg ennyi és ennyivel több. De viszont, pardon, azért nem több mégsem, mert nem kilenckájában, hanem 12-ben. Tehát ennyivel kevesebb, vagyis ennyivel több, mintha ugyanannyival kevesebb volna, mint amennyivel több. Itt ugyanis az aránypár, az aránypár egyszerre világosság gyúl az agyamban, mint egy villámcsapás. Úgy ér a nagy megismerés, aminek hiánya húsz egy néhány év óta lappang és borong bennem. Úgy van, most rájöttem. Nincs kétség akkor, ott, egészen nyilvánvaló, úgy van, nyilvánvaló, az apám se értette ezt a példát. Lopva Gabira nézek. Gabi közben észrevétlenül kinyitja a történelemkönyvet, és most félszemmel azt a jelenetet nézi egy régi képen nagy kéjjel, ahogy Kénizsi Pál két törököd dökönyöz. Nagy a tütök a kobakjára, csak úgy csattan. Nesze! Majd bolond leszek itt kilnódni veled, mikor nem figyelsz! Gabi bőg, mint a két török együttvéve. Én pedig megkönnyebbülve ugrom fel, és a múlt ködén keresztül egy arc rajzolódik elém. Az apámé, amint nagyot üt a kobakomra, vígan és megkönnyebbülve, mintha azt mondaná, add tovább a fiadnak, én nekem már elég volt. És fütyörészve, zsebredogott kezekkel, vígan indul el a sír felé – ahol egészen mindegy, hogy hány nap alatt égel kilenc köbméter bükfa és hatvan-hetven év élet. Elnököltem az osztályvizsgán. Az osztályvizsga negyedik elemiből tegnap volt a Váli utcában. Gabi, akinek ez kétszeresen nagy nap, hiszen nem csak az osztályból, hanem az egész elemi iskolai minőségétől búcsúzik vele, jövőre már gimnazista, néhány jó akaratú, atyai felvilágosítással próbálja megértetni velem, miről van szó. Dehogyis, is apukám, csóválja a fejét elnézően, a bizonyítványt nem ma kapjuk, hanem majd a záró ünnepéjen. És a szülőknek sem mutatják meg? Hogy is ne, senkinek a világon. A tanító úr megmondta a dudásnak, hogy abba az atya úristen se nézhet bele, míg ki nem osztják. Sértve érzem magam. Hát fogadjunk, hogy nekem megmutatják. Gabi oldalról néz rám, és a tekintetében udvariasan, de határozottan benne van a szánakozó feddés. Kicsit sokat képzelsz magadról, barátom. Ha a dudás papájának se, aki pedig mészáros. Na jó, majd meglátjuk. Abba igaza van a gyereknek, hogy az iskolának van valami megszeppentő hatása rám is. A kiskönyv, amit évközben kapni szoktak, utasításaiban határozottan és kategorikusan beszél tanulóról és szülőről. Tanuló az tanuló, és a szülő a szülő. A tanuló tartozik ezt és azt, mondja a kiskönyv. Ezzel szemben a szülő vagy gyám így és úgy, ekkor és akkor. A kiskönyv jóságosan, de szigorúan megszabja a szülő teendőit és magatartását is az iskolával szemben. Az a furcsa, félig jóleső, félig nyugtalanító érzésem van, ha olvasom, hogy én, a szülő tulajdonképpen szintén hozzátartozom az iskolához, fennhatósága alatt állok, tartozom elvégezni szülői kötelességem, a többit bízom rájuk. A tanuló az iskolában tartózkodik és tanul. A szülő közben otthon tartózkodik és... Nézé, mellékesen szólva, miért hívnak engem szülőnek? Soha se szültem életemben akárhogy csűröm, csavarom, nem tudom legyőzni elfogultságom, és a nagyobbik baj, hogy Gabi ezt tudja és természetesnek találja. Természetesnek találja, hogy az iskola szolgának azt mondom, kicsit drukkolva, pardon, kérem szépen, erre van a negyedik osztály, és leveszem a kalapom. Gabi nem tudja, hogy a miniszterelnökség parádés portását egy gőgös hajja barátommal szólítanám meg. Gabi tudja, hogy szülős tanuló közt az iskola szempontjából lényeges különbség nincsen, és nagyon helyes, hogy én is lábújhegyen és félszegen baktatok el az osztályok előtt, melyeknek zárt ajtaján zümmögés szűrődik át. Még rám is szól. Psz, apukám, itt halkabban kell beszélni. A negyedik osztály hangulata ünnepi. Virág csokrok az asztalon, a gyerekek fehérben csendesen suttogva ülnek, még nem jött be a tanító úr. Néhány szülő a fal mellé állított székeken csendben és illedelmesen. A gyerekek végig mustrálnak, megállapítják, hogy Gabihoz tartozom, mint szülő, azaz gyám, akinek az ajtó mellett a helye. Gabi előre megy a padok felé, könnyedén és otthonosan. Én félszegen az ajtóban maradok, mint az inas, aki elkísérte gazdáját a klubba. Gabit körülveszik, Gabi is felélénkül. Csodálkozva nézem, milyen elfogulatlanul cseveg osztálytársaival, és irigylem, hogy azok milyen maguk közé tartozónak érzik. Szeretnék én is úgy beszélni belük, elfogulatlanul és hatalmasan, mint Gabi, de érzem, hogy zavarba jönnék, félszeg volnék, ők pedig megmerevednének, hűvös udvariassággal felelnének. Hiába. Ez a negyedikes tanulók osztálya, én pedig a negyedikes szülők osztályához tartozom. Nincs az a forradalmi cselekedet, ami ezt az osztálykülönbséget megszüntethetné. Kezdem egészen árvának érezni magam. Oda megyek Gabihoz, aki két fiúval nevedgél. Halkan megszólítom, felén fordul, elkomolyodik, ő is halkabban beszél. Gabi, kérlek, mondom közönös elfogulatlanságot erőltetve, hol lehet ilyenkor a tanító úr? Bemennék hozzá! Nem lehet apukám. A tanáriban nem mehet be a szülő. Majd mindjárt bejön. Köhög, félreállok. A gyerekek szigorúan néznek rám. De íme jön a tanító sietve. Nagy suhogás, mindenki feláll. Én is ijedten. Üljenek le. Most ima következik. Utána a tanító úr köhög, körülnéz. Engem is észrevesz nyájasan és kedvesen biccent. Én is mosolyogva válaszolok. Később rajta kapom magam, hogy rögtön Gabira néztem utána, vajon észrevette hogy milyen jóba vagyunk a tanító úrral. Önbizalmam kezd visszatérni. Számolnak. Nyolc meg négy. Leírom az egyest. Marad. Folytasd, Gabi. Gabi fürgén ugrik a táblához. Izgatottan figyelem minden mozdulatát, hogy veszi fel a krétát, hogy húzza össze a szemöldökét, a rettenetes nagy figyelemtől. Kinyújtott karjában a krétával, úgy áll, mint egy vívó, akinek most meg kell mérkőzni a négyszögletes alakú nagy feladattal. De rám nem néz, egy pillanatra se. Közben váratlan esemény. Az igazgató úr csendben bejött az ajtón, egy kicsit nézi az ügyet, megismeri és odajön hozzám. Egy kérésünk volna, nincs elnök a vizsgához, és ha már úgyis itt vagyok, tiszteljem meg az iskolát és a többi, szóval foglaljam el az elnöki széket. Érzem, hogy elvörösödöm, és itt közbe kell szúrnom valamit, ami egyrészt a Váli utcai iskola kitűnő igazgatójának szól, mint lovagias köszönet és hála a megtiszteltetésért, másrészt kevés számú híveimnek, mint magyarázat és mentegetőzés – én nagyon jól tudom, hogy nem vagyok se tanügyi, se másféle tekintély, és hogy semmi keresni valóm az elnöki székben. De azért, ha kijelentem, hogy amennyiben a köztársasági elnöki széknek elfoglalására szólítanának fel, azt a kérést nem szerénységből utasítanám vissza, talán megértik indokaimat, hogy miért voltam képtelen ezt a kérést visszautasítani, bármennyire tiltakozott szemérmem és szerénységem. Arról volt szó, meg kellett tudnom, látnom kellett, mit szól ehhez a dologhoz, Gabi, ha egyszer csak meglát az elnöki székben, a tanító, sőt igazgató társaságában. Arról van szó, hogy meg kell mutatnom, hogy az én osztályomban, mint az életiskola negyedikese, én is vagyok valaki, vagyok annyi, mint ő az ő osztályában. Bocsássanak meg! Óvatosan megyek fel a katedrára. Gabi még felel, nem vesz észre. Csak miután visszament a helyére és felveti a szemét, csodálkozik el, ott látván az asztal előtt hanyagul előkelően de gazda csináltam a számítást, amíg a fiúk felelnek, minden jól megy. Helyeslően bólintok, fejemet csóválom. A földrajzvizsgán titokban megcsodálom azt a diplomáciai tapintatot, azt a pompás ügyességet, ahogy szegény Magyarországnak szomorú földrajz történelmi és problematikus alkotmányjogi helyzetét intézi a pedagógia és már-már úgy érzem, minden jól fog végződni. Aláírom a jegyzőkönyvet, és módomban van bepillantani az előttem heverő naplóba és osztályfüzetbe. Ekkor, öt perccel a vizsga vége előtt odajön hozzám az igazgató és a fülembe súgja, amiről megfeledkeztem. Hogy legyek szíves néhány szót szólni befejezésül egy rövid kis beszédet a tanulókhoz, amivel elbúcsúztatom őket, mint elnök. Puff. Ahogy előbb elvörösödtem, most elsápadok. Erre nem számítottam. Nem számítottam. Mondjuk ki egyenesen. Nem készültem. És most megint közbe kell szúrnom egy szót azoknak, akik tartanak valamit ékes szólásomról. Ha Betlen István ő excellenciája szólít fel, hogy azt mondja, neki egy kis dolga van éppen, legyek szíves a parlamenti plénuma előtt rövid kis beszámolót a londoni út eredményéről, Legfeljebb azon tűnődöm, méltó-e a politikai meggyőződésemhez, de pillanatig se aggódom, vajon, mint szónok, méltó vagyok-e erre a feladatra. De értsétek meg, öt perc múlva beszélnem kell. Mit beszélni? Felelnem kell. És Gabi itt van. A Gabi, akinek annyiszor magyaráztam, milyen szépen és bátran és okosan kell felelni, ha az emberre kerül a sor több szellemi munka előtt ekkora erőfeszítést nem fejtettem ki magamban, mint most öt perc alatt. Mi a csodát beszéljek, egész könyvtárra való elmélete a gyermekpszichológiának átsuhan tudatomon. Pedagógiai elvek törmeléke zörög kapkodó fejemben. Haza, kötelesség, hála, derék polgára a társadalomnak, intő példa, lobogó fákja, kosút lajos, bőrharisnya, buzgalom és kitartás egy szebb jövő gyümölcse Csúzli! Hideg veríték lepi el a homlokom, csönd lesz. Vége a vizsgának. Az igazgató szánakozóan néz rám. Előre dűlök. Kedves gyerekek, én is voltam negyedikes elemista. Bár most már felnőtt, nagy ember vagyok, láthatjátok a hosszú ősz Páron nevetnek. Ilyetten állok meg. Persze, hisz nincs is szakállam, méregbe jövök. És akkor, mikor vége volt a vizsgának, az volt a vágyam, hogy az a bácsi, aki ott beszél a katedrán, minél hamarabb fejezze be, hogy már mehessek. Tehát, Isten veletek! Gabi hazamenet büszkén dicsekszik, hogy a dudás odajött hozzá, és azt mondta elismerően. A te apád beszélt, közölte Gabival, amennyiben nem vette volna észre de utána a dudás férfiasan kezet fogott vele, és én érzem, hogy kezdek imponálni Gabinak. Szeretem az állatot. A kis házi nyúl mindjárt nagyon megtetszett, mikor a konyhában letették. Buta, kedves kis feje, ilyet szemei és lágy sima szőre azt a jellemző gyöngét, pártoló szeretetet érzem, amit nagyon jól ismernek kezdő szerelmesek, akiknek kicsi és macska-szerű nőkkel akad dolguk. Nem akarok semmit tőled, te fehér ilyet kis nyúl, csak meg akarom simogatni a fehér bundádat, hátrafelé és óvatosan, hogy jó leszék neked. Ölembe vennélek, és a kis fejedet simogatnám, hogy meggyugodj, és jól érezd magad, biztonságban, és elhidd, hogy nincs csak ott félni, nem kell tartanod semmitől, én vigyázok rád, és megvédelek. Ezt érzem, egészen melegen és önzetlenül felolvadva ebben a védő, önzetlen, odaadó szeretetben, és a kis fehér nyúl után nyúlok, hogy megsimogassam. A kis nyúl azonban, ilyet kis dög, lelapul, és kifut a nyerem alól, be a konyha alá. Te csacsi kis nyúl, mondom neki fejcsóválva. Lám, milyen kedves, ostoba, ilyet kis nyúl vagy te. Hát most azt hiszed, hogy bántani akarlak? Megfogni, mohom, megragadni, agyonütni, megenni, mert erősebb vagyok nálad. De értsed meg, hogy szó sincsen mindenről. Hát persze, hogy erősebb vagyok nálad, és mindezt megtehetném, de hiszen éppen arról van szó, hogy nem akarom megtenni, nem érted. Sőt... Gyöngéd és kedves akarok lenni, meg akarlak simogatni, meg akarok feledkezni önmagamról, a magam jogairól, vágyairól, élvezeteiről, te miattad, akit meg akarok simogatni, hogy dobogó kis szíved megnyugodjon, és jól érezd magad, egész finom, bájos, törékeny, félénk kis lényedet. Ezt gondolom megindult lélekkel, és egy piszkafával piszkálom a kis nyulat, hogy kijöjjön a konyhaszekrény alól, és én megsimogathassam. A kisnyúl nyúl előbb húzódozik a piszkafa elől, orcimpái idegesen, rémülten táncoltak, aztán Uzgyi kiugrik, átfut a konyhán, bebújik egy sarokba. Utána megyek és óvatosan legugolok melléje. Ejnye, mondom neki, hát milyen ostoba vagy. Néni, hiszen még sokkal jobban reszkedsz és félsz, mint az imént. Persze ez érthető a te elfogult és szűk kis értelmet szempontjából, mely azt súgja neked, hogy abban a makacságban, amivel utána jövök, csak a vérengző vadállatok mohósága rejlhetik, és amely nem tudja megérteni az erősebbnek fejlettebb erkölcsi érzését és altruizmusát. Na, no, most már aztán tényleg meg kell, hogy fogjalak, meg kell, hogy simogassalak azzal az érzéssel, amit most érzesz irányomban, s mely vérszopó tigrisnek látta engem. Ezzel az érzéssel igazán nem hagyhatlak magadra. De kell bizonyítsam neked, hogy mennyire tévedtél, hogy mennyire nem azért akarlak megfogni, hogy átharapjam a torkodat, hanem csak önzetlenül meg akarlak simogatni. Kellemessé akarom tenni az életedet, és nem számítok se hálára, se ellenszolgáltatásra. Óvatosan kinyújtom a kezem, s már a nyakám vannak ujjaim, mikor egy kétségbe esett ugrással kirántotta magát, fuldokolva nyifogott és szétterpesztett lábakkal lihegve halálos félelemben bebújik a kája alá. Nyelek egyet, és érzem, hogy a vér a fejembe száll. No, igazán példátlan butasággal van dolgom. Most mit tegyek? Abba hagyjam? De akkor azt fogja hinni, hogy neki volt igaza, hogy tényleg meg akarta menni, vagy agyonverni, és most kifáradva egyelőre lemondtam szándékomról. A kájha elé fekszem, és benézek a kájha alá. Ott kucorog apróra összehúzódva, és fekete szemeiben kimondhatatlan félelem csillog, amint tekintete az enyémmel találkozik. Most már aztán igazán megharagszom. Te szamár, mondom neki elkeseredve, hát nem hiszel semmiben, ami szép és kedves. Hát nem hiszel az önzetlenségben, a gyöngétségben, hát nem hiszel a szeretetben, mely nem számít hálára. Hát de hogy bizonyítsam be neked szerencsétlen, hogy milyen alantasan, milyen megvetésre méltóan gondolkozol? Persze, ha te buta és rossz kis fejedben csak aljas, durva és erkölcstelen képzetek nyüzsögnek harapásról, verésről, az erősebb kajánságáról, amivel elpusztítja a gyöngéket, te, te undok kis féreg, hát nem akarod elhinni nekem, hogy van harmónia, van bensőséges, könnyes megindulás, mely a gyöngeség, szegénység, tehetetlenség láttán elfogja a lelket. A teremtés annak a nehéz fejednek, csak azért is bebizonyítom neked, hogy van. Most már hirtelen és mérgesen kapok utána. Erőlködöm, kivörösödöm, a nyelvem kilóg, megbotlom, leesem, négy kézláb futok utána, be az asztal alá a mögé. Beverem a fejem az ajtófélfába, kiszakad a kabátom, a fogamat csikorgatom, és egyszer már meg is kapom a füleit, de ő lihegve, most már hangosan makogva kitépi magát, megharap, és a kamerában elbújik a hasábfák mögé. Most ott van, és nekem szét kellene szedni az egész halom fát, hogy megtaláljam. De szétszedem, szétszedem én, ha addig élek is. Szétszedem, és megfogom, és megragadom a füleit, és felkapom a levegőbe, és megforgatom, és a falhoz vágom, és szétlocsantom a fejét, azt az ostoba, makagy szamár fejét, amivel nem akarja megérteni, hogy csak meg akarom simogatni. a papám. Hat hónapos fiúna plójából. Elhatároztam, hogy feljegyzek magamnak néhány megfigyelést, amikre később, mint naturalista írónak szükségem lehet szűk környezetem csak kevés teret enged a szemlélődésre, s így egyelőre néhány állandó jelenséggel foglalkozom. Ezek között az én szolgálatomra kirendelt személyzetnek egyik sajátos alakjával, aki hetek óta igyekszik már érdeklődésemet felkelteni önmaga iránt, olyan makacs, jobb sorsra érdemes buzgalommal, ami bizonyos jó indulatú és leereszkedő szánalmat vált ki belőlem ez a személyzetem középtermetű, kuszált hajú és sárgás arcbőrű ember. Egyebet nem tudok róla, nem is érdekel, bár, mondom, sokszor igazán meghat az a buzgalom, amivel észre akarja vétetni magát. Állandóan körülöttem kuncsorog, a legkisebb jelre odaugrik hozzám, és naív, lelkesedő arcán csak úgy világít a forró vágy, hogy valamiben szolgálatomra lehessen szegényke. Főleg az utóbbi időben minden igyekezetével azon van, hogy megjegyezzem az arcát és a nevét. Naponta százszor bemutatkozik nekem: Papa, papa, én a papa vagyok mondja újra és újra kétségbeesetten és reménykedve, hogy talán egyszer mégis méltatom majd arra, hogy megjegyzem magamnak. Annyit erőlködik, hogy most már körülbelül tudom is, sőt, ki is tudnám mondani a papa szót, de direkten nem teszem. Az ember ne bizalmaskodjék a szolgáival, az sose jó. Nem kell, hogy elbízza magát, úgyis eleget a terhemre van. Bár, ismétlem, ez a kutyahűség bizonyos szánakozó jó indulatot kelt bennem, Bokros teendőim közt most kezdenek kibújni a fogaim, nagyon el vagyok velük foglalva, néha futólag gondolok rá, miféle ember lehet szegény. Múltkor reggel, még ágyban fekve, miután néhány parancsoló kiáltással berendeltem mama nevű szolgálommal a reggelit, és jó ízűen elfogyasztottam, eluntam magam. Szórakozottan nézegettem körül, és megpillantottam őt. Az asztal előtt ült, valami fekete rudacskát tartott a kezében, és ezzel a rudacskával kapirgált egy előtte heverő papírdarabkán. Hirtelen szánalom fogott el, milyen fejletlen, tudatlan ember lehet. Lám, ott van a kezében egy tárgy, előtte az asztalon papír, és ez a gyermekes, csacsi ember, ahelyett, hogy mind a kettőt bedugná a szájába, mint ahogy értelmes emberhez illik, egyikkel kapírgálja a másikat, mintha viszketne neki a papír. De ez még semmi. Egy másik hajlott végű csőnek a végét meg néha szájához emelte, füstött szét belőle, aztán megint kifújta. Ahelyett, hogy az egész csövet megpróbálta volna lenyelni, szegény buta ember, hiszen ez még azt se tudja, hogy a dolgokat, amik a kezünkbe kerülnek, kivétel nélkül be kell dugni a szájunkba, ez az egyetlen mód, hogy kívül ne maradjanak. Mondom, nagyon megszántam, és halkan felnevettem. Persze rögtön oda nézett, felugrott és sugárzó arccal sopánkodva futott hozzám, mint egy kis kutya. Kegyesen rámosolyogtam, hogy buzgalmát megjutalmazzam, és megengedtem neki, hogy időközben átnedvesedett toalettemet szárazzal cserélje ki. Ezután intettem neki, hogy leülhet mellém, sőt, azt is tűrtem, hogy felemeljen és ölébe tegyen. Mindezt azért, mert kíváncsi voltam rá, mit mivelt azzal a fekete rudacskával, minek az neki szegénykének. – Ke, ke! – mondtam neki értelmesen franciául. – Köfet vú? – ezt akartam kérdezni. Erőlködve figyelt, hogy megértse, mit parancsolok, de rögtön láttam, hogy szűk kis agya nem fogja fel szavam jelentését. Zavartan elvigyorodott és ismételte, amit beszéltem. – Ke, Kö, mondta, és ugrált, mint egy papagáj. Bosszantott ez az együgyűség, és kicsit összehúztam a szemöldököm, mire aggódva és ilyetten figyelni kezdett. Gajiga, mondtam neki, de ez se értette, csak mondta utánam. Levegyő. Próbálkoztam most már haragosan, de nem tudott értelmesen felelni. Homályosan érezhette azonban, hogy akarok valamit, mert dadogni kezdett. Bubu, mondta, bubuka, és más ilyen értelmetlen, artikulálatlan szavakat ejtett. Lehetetlen ember, igazán nem megyek vele semmire. Megfogtam a fülét, és cibálni kezdtem, erre visszarántotta, ahelyett, hogy értelmes ember módjára levette volna a fejéről, hogy ide adja nekem játszani. Látva, hogy reménytelen az eset, meguntam szegénykét, és hangosan kiabálni kezdtem, hogy jöjjön a másik személyzet, és vigye innen ezt az embert. Jött is már futva, jól összeszitta a papát, és átvett tőle. Szegény papa elszontyolodva lehorgasztott fejjel ódalgot vissza az asztalhoz. A Véres Fültitka. Szenzációs detektív dráma. A Sherlock sorozat 38. része. 2000 méter. Sherlock Holmes nyugodtan ül otthon szobájában, és orvosi könyvekben lapozgat éppen, midőn hirtelen észreveszi, hogy a bal füle viszket. A zseniális detektív cigarettára gyújt, és úgy tesz, mintha nem vett volna észre semmit, bár rögtön sejti, hogy a gaz Stapleton keze van a dologban íróasztalát hirtelen elsőjezti egy kéznél lévő kádba, hogy abban az esetben, ha Stapletonnak eszébe jutna, hogy álkulcsal kinyissa a pinceajtót, ajtót, és a liften keresztül feljöjjön hozzá fürdeni, az íróasztalban elhelyezett villamosóra, mely sok nedvesség hatása alatt jön működésbe, azonnal felkeltse Watsont, aki egy föld alatti üregben várja, repülőgéppel a hóna alatt, hogy rajta üssenek az elvetemült cinkoson. A gaz Stapleton azonban úgy látszik, ne szétvette a dolognak. Álnokul elhatározza, hogy nem megy fel fürdeni Sherlock Holmes lakására, hanem úgy viselkedik, mintha semmit se tudna a dologról, ami a nyomorult cselszövőnek annál inkább sikerül, mert már előre úgy rendezte, hogy tényleg nem tud semmit, és így nyugodtan tanítja tovább Pomázon a gyerekeket, akik mellé már 30 éve beosztotta magát állami tanítónak, és azóta el sem mozdult onnan, hogy a rettenetes célja, Elérje. De Sherlock Holmes résem van, felmegy egy orvos barátjához, ahol a természettudományi gépkémiával kiszámítják egy csillagvizsgáló segítségével, hogy az emberi bal fül belül véres. Sherlock Holmes gúnyos cigarettára fakad, most már nyomon van, hogy a törbe csalja. Természetesen számítani kell rá, hogy Stapleton nem fogja ennyiben hagyni a dolgot, s mindenáron megpróbálja a véres fülviszketést fenntartani, még akkor is, ha rémes tervét felfedezték már. Sherlock Holmes azonban nem esett a feje lágyára. Messenger bajnak öltözve felkeresi jobb kezét watson és egy üzenetet ad át neki a saját aláírásával, hogy legyen másnap délben három és fél kettő között, de visszafelé az Andrási út és Baros utca sarkán. Ő maga Sherlock Holmesnak öltözik, hogy megtévesse Stapletont, aki számít rá, hogy másnak fog öltözni, s ha saját ruhájában és saját fejével látja, feltétlenül azt hiszi majd, hogy nem Sherlock Holmes, hanem egy öreg kardalos nő, akit Sherlock Holmes csak azért öltöztetett fel Sherlock Holmesnak, hogy őt megtévesze. Így felkészülve Sherlock Holmes nyugodtan megnyom egy gombot, mire a ház befordul a földbe, és alsó fele kiemelkedik, mely úgy néz ki, mint egy automobil, de nem lehet rajta menni, mert bevonásva a földbe. Azonban Sherlock Holmes számítása, hogy a gaz beleül az automobilba, s így kezei közé esik, amennyiben az automobil belülről szivattyúval van ellátva, mely a beleülőnek csontjaiból kiszívja az enyvet, s így az illető előbb-utóbb csontelmeszesedést kap, nem vált be, mert a gaz tepleton ne szétvette a dolognak, s már korán reggel éhen halt pomázon. Sherlock Holmeson azonban nem lehet kifogni. Szemhéjára két élethű szemet fest, úgy, hogy lehunyt szemmel is úgy néz ki, mintha nyitva volna a szeme. Ezután épeszű embernek maszkírozza magát, és elmegy az alagút bejáratához, ahol már jó eleve két áruhás jegyszedőt helyezett el. Az alagútban árruhás diplomatákat helyezel, akik kívülről úgy néznek ki, mintha tényleg a világ békén fáradoznának. Most Sherlock Holmes behunja a szemét. Úgy tesz, mintha mindent látna, és az arra járók tényleg azt hiszik, hogy lát. A szemhiára festett szemek miatt, holott nem lát semmit. Ezután sürgönyöz Pekingbe, hogy Kamcsatkán keresztül sürgönyözenek Watsonnak, aki a mellékutcában várakozik, hogy jöjjön oda. Watson éppen akkor érkezik, mikor Sherlock Holmes már az alagút közepén áll, bal fülét csaléteknek tartva, mintha nem is viszketne. Watson jobb oldalról érkezik, úgy tesz, mintha nem tudna semmit, de közben átveszi Sherlock rendelkezéseit. Most izgalmas hajszak kezdődik. Watson felrohan a várba, a rendőrök és cinkosok utána futnak, de Watson megnyom egy gombot, mire a sikló hirtelen keresztbe kezd szaladni, és így senki sem tudja, merre van a királyutca. Egy kéznél lévő léggömbből Watson kiszivattyúzza a gázt, mire a gömb süllyedni és szerencsésen leszállítja Watsont az alagút másik oldalára, ahová különben csak lépcsőn lehetne lejutni, úgyis legfőjebb háromszor gyorsabban. Így azonban sikerül neki már hat órára lejutni az alagút baloldalán, s az ott várakozó detektívnek Watson, Sherlock Holmes keze végre megvakarja a balfülét, mire a viszketés rögtön megszűnik. Stapleton gazterve tehát nem sikerült.